Sziasztok, Atis vagyok a Fájcsóból, visszatértem ide hozzátok Peszler Ferencet, az állandó társammal, és eljött a podcastünk 6. adása, amiben a témák a következők lesznek. Kérem, kérlek Feri, olvast fel. Kérlek Alás, most jön ki, hogy volt a diszlexiám. Első téma, a tudás hiánya a bunyósoknál. Milyen felszerelések vannak, mik a kötelezettségeim, mit várhatok el, mi a reális karrierem. Igen. Második téma, a magyar szerzetek, mi lehetett a baj. Ugye tudjuk, hogy a magyar szerzetek azért tiszavirág életűek voltak, és ezt fogjuk boncolgatni, hogy miért is voltak ezek a szerzetek tiszavirág életűek. K1 Magyar Nagydíj, Total Fighting Championship, Hungarian Fighting Championship, ez nagy kedvencem, ez a téma. És a spártai gladiátorok éjszakája. Harmadik téma, aktuális mérkőzések, Boricsádi, Erik Sanchez és a Nurmagomedov Gécsi. Na most nem állok el nagy titkot, hogy az utolsó téma az valószínűleg az. Az utolsóval kezdünk. Azt nem, mert akkor nem nézik végig. Nem mondjuk meg hány percnél, hogy bele tudjatok tekerni. Szóval kezdjük is az elsőt, tudás hiánya a bunyósoknál. Szóval, első körben ugye én arra gondolok ilyenkor, hogy nem az van, amikor valaki lemegy a nulláról. Tehát, hogy fölhív téged, hogy szia, nárag, ugye ez milyen cuccokat vigyek. Mert akkor ugye nem lehet azt mondani egy 17 éves gyereknek, hogy figyelj, vegyél fejvédőt, csípcsontvédőt, ilyen kesztyűt, olyan kesztyűt, mert lehet, hogy még háromszor látod, aztán ennyi. Jobb esetben. De ugye vannak ilyenek, és ez biztos tapasztaltad már, amikor mondjuk akár 10-15 meccses emberkék is kezdjük, hogy lejöhetek edzésre, igen, és akkor lejön a kiütő 10-es kesztyűbe. A domiós kesztyűbe, név nélkül. És akkor nem, mintha az rossz lenne, de amúgy nem annyira jó. Igen. A lényeg az, hogy ugye ezek alapvető dolgok, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok edzőnél is van ilyen probléma, mert hogy ki volt az az edző, akinél azt az X évet végigedzette egy 10-es kesztyűben. Meg a domiósban. Azt most ugye, a márkát most elengedem. De a lényeg az ugye, hogy ki volt az, akinél ezt végigedzhette, úgyhogy nem mondták neki, hogy figyelj, kéne egy nagyobb. Úgyhogy rá volt írva, hogy domiós. Bocsánat, hogy nem tudom elengedni. És aki ugyanúgy például, tehát hogy kérdezett, hogy a fejvédőt hol van, és akkor mondja, hogy fejvédő, hát minek őt az zavarja. Tehát, hogy azt elmondom nektek, srácok, azt zavarja a fejvédő, aki még nem volt jó fejvédő, vagy jól beállított fejvédő. Mert amúgy nem zavaró. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én úgy gondolom, hogy nem egy zavaró. Figyelj, egy csomószor felveszik, és engem nem zavar. Na, ugye. De ugye, tehát azt aláírom, vannak olyan fejvédők, aminek a belső kidolgozása miatt mondjuk egy jó kis műbőr, tehát még be se tudja szívni az izzadságot, és kapsz egyet, és így elfordul a fejedem, meg fölmegy. Azt megértem, hogy nem akarod hordani, de akkor ez nem a fejvédő, az annak a fejvédő hibája, nem a fejvédő ki úgy. A domiós fejvédő. Van még egy-két márka egyébként. Elég nagy múltú márkák is kiadnak szemetet, sajnos. Igen, Venu. Bocsános. De például ugye voltak, tehát az Everlastet, mint tudjuk, ugye van az amerikai, meg az európai piacos, és az európai piacos az annak a kizárólagos forgalmazója, nem kizárólag, hogy a Sports Direct. Igen. Mert egy olyan, és ugye ez a Lonsdale-nél ugyanúgy van, csak ott vagy az angol piacos, meg van itt. És sajnos ebben a sorba tartozik az Adidas is. Igen. Tehát pont múlt héten volt egy vásárlom, és jött be, mondta, hogy kell venni egy kesztyűt, mert két hete elment, és bement a, talán pont a Sports Direct-be, és mondta, hogy hát ugye egy ismerős márkát látott. Adidas, hát ez nem lehet rossz. És nem volt jó. Igen, onnan tudod, hogy rossz helyen vagy, hogy ki van írva a Sports Direct a bejáratban. És nem pólót menni vettél. Nem adják, nem árulnak sportfelszerelést, ezt jobb, ha most tudjátok. Tehát ha pólót akarsz venni, vagy nadrágot, akkor? Háda, de ugyanebben az árkategóriában, de hogyha kezdjük, akkor semmiképpen nem ott. No, tehát hogy felszerelések. Mikkel találkoztál te név nélkül, ami úgymond meghökkentő volt? Hát igazából a retro. Van egy csoport a retro, ami azt jelenti nálam, hogy legalább egy 15 éves kesztyű, de inkább 20. Sőt, már beleszaladtam 30 éves kesztyűbe, hogy apukája ezt használta, lószőr volt és ki volt szakadva a csuklójánál. Ez a klasszik, ez a paplaci kesztyű. Ez a retro, az fél évben egyszer azért feltűnik. Szoktam mondani, hogy ez pont arra, hogyha van kutyája, akkor el tudja dobni és vissza tudja hozni, hogyha már a labdát unja. Igen, majd szépen kiszögeled a falra. Igen, ez az egyik. A másik a kiterdelt kozák bocskorok kategóriája, mint én hívok, ami lehet, hogy egyszer régen kesztyű volt, 15 évvel ezelőtt, és ő kitalálta, hogy az még jó. Sok esetben még az elejét meg is ragasszák cellux-szal.
szellőszal, meg téppel, és lehozzák azt. Ez főleg olyan bunyósokra jelent, akik amatőr boxoltak, és még 96-ban még tök jó volt az a Green Hill, amit használtak, de ugye az akkor is 10-es volt. Igen. Magával a súlyával is probléma van, meg probléma van azzal is, hogy a kesztyűk már nem olyan az állapota, aminek lennie kellene, és itt benne van a pakliba az, hogy ne is menjünk messzire, hogy sérülést okoz. És egyébként, hogy ez mennyire fontos, hogy erre odafigyeljünk, én tudok legalább 3-4 olyan bunyóst mondani, aki azért kellett, hogy abba hagyja a karrierjét, mert a sportfelszerelés, ami rajta vagy az edzőpartnerén volt, az nem megfelelő minőségű volt, és ugye ez lezárult a sportkarrier. Hát igen, sajnos ez borzalmas sérüléseket hozott, és az a baj, hogy ez nagyon sokszor csak így utólag tudja meg az is, tehát hogy nem merült bele, és pont ez a tudás hiánya, ugye, hogy azért az internet világában élünk, és 15 éve is volt, meg 20 éve is volt internet. Igen. Tehát ennek utána lehetett volna nézni, csak van, aki vette a fáradtságot, van, aki nem. És de mondjuk azt, hogy annól tudok is, hogy volt a Burányi Laci, IBF kis világbajnok volt, és hogy én úgy tudom, hogy neki egy megszakadt kesztyű vágta meg a szemét. A szemsérülés. Tehát igazából az, hogy meg van szakadva a kesztyű, azért csak látod, hogy meg van szakadva a kesztyű. Hát igen, csak ugye nem gondolták. És azt tudni kell, ugye, hogyha ez egy bőrkesztyű volt, igen, akkor a bőr, amikor elszakad, az általában nedves állapotban szakad el, viszont amikor megszárad, akkor kikeményedik. Igen, és akkor ott olyan lesz, mint egy penge. Igen. És ez tök jó, és amikor mondjuk az első menetben rádvágnak egyet, hogy majd bepuhul majd az izzadságomtól, csak nem úgy volt, hogy nem ütsz te 3 menetig, igen, akkor ugye ilyeneket tud fölhozni sajnos. Másik meg ugye a fejvédő maga. Itt egy hát egy edző kollégával volt egy vitám, én innentől, hogy ez a vita megszűnt, illetve megtörtént ez a vita, nem gondolom azt, hogy itt a kolléga szó rá is mehet. Föltette nekem a kérdés, hogy szerintem nem éri ugyanúgy behatás a fejvédőben a fejet. És mondtam, hogy de, csak mondom, nem ide központosú, hanem elviszi, megmondom, azért csak tompítja, mert ott van vagy egy géles szivacs, vagy egy sima szivacs. És ő kötötte az ebet a karhoz, hogy nem, ez hülyeség. És különben is a UFC sztárok nem edzenek fejvédőben. Nem tudom, látottam már edzővideót, edzenek fejvédőben. Hát én még csak fejvédőben láttam edzeni mindenkit. Igen, tehát azért mondom, hogy ott szerintem őt el is küldik őket. Azt tudom, hogy még a Nagy Tibi mesélte, hogy amikor anna a Musashinál kint volt, a 10-es kesztyűjével, meg a sípcsontvédőjével, azok akkor nézték, hogy mit szeretnél. Hát mondta, hogy sparringolni, és mondták, hogy jó, akkor vegyél fel egy 16-os kesztyűt, meg a sípcsontvédődre még egy sípcsontvédőt, és akkor mehet a sparring. Igen. És akkor ugye így. És ugye ez a normális, tehát ott ezért vannak 40 éves sportolók. Pont. Nem az, hogy itthon azt mondod, hogy 20... olyan sportolók, akik a csúcs teljesítményt le tudják adni a meccsen, mert nem edzésre rúgták szét halálra egymást. Na igen, ez az egyik, amit akartam. Na és itt bejön például most a kesztyűk. Ugye, hogyha megnézzük, nekünk van safety modell a Zero, és van a Puncher Choice, ugye a Mexico. És pont ezt is, hogy ez már az edzőnek a felelőssége szerintem, hogyha van egy srác, aki nagy ütésszámmal dolgozik, tehát mondjuk 5-6-os kombinációkkal folyamatosan, akkor neki kell egy ilyen, mert ugye, ha megnézitek, teljesen más azért a felület. Tehát ezzel nagyon sokkal nagyobb százalékot fog elérni találatban, tehát a találati arányban. És ugye ezt és szerintem te tudod a legjobban itthon, mint edző, hogy ezeknek a számításoknak, az arányoknak, ezeknek mekkora szerepe van az éles bunyóban, ugye? Pontosan. Tehát azzal, hogy bemész, most mondok valamit, tehát ezzel is megöl a Mike Tyson, meg ezzel is, viszont abban a stílusú bunyóban, amit ő képvisel, ezzel sokkal kevesebb lesz a találati aránya. Ergo, azt, amit meccsen ugye neki csinálnia kell, azt nem fogja tudni 100%-osan lemodellezni, ugye magán az edzésen, a küzdelembe. Tehát ezért például tök fontos, hogy ezt így is kell. Tehát nem azt kell csak nézni, hogy fú, de jó a színe, meg de jó a márkája. De alapvetően a legfontosabb az, hogy még hogyha a stílusok, az még csúnyán mondva részletkérdés, de az sokkal fontosabb, hogy a saját utcai edző testsúlyunknak megfelelő súlyú kesztyűt választ. Hát igen. Én azt gondolom, hogy 70 kilóig belefér nálam a 14-es. Uh-huh. 14-es alatt nincs kesztyű, csak gyerekeknek. Egy verseny. Edzésen. Aha. Tehát a 70, 0 és 70 kiló között 14, és 70 kiló fölött 16, és ha lenne 90 kilós versenyző Magyarországon, akkor azt mondanám, hogy 18-as kesztyűt kellene lehozni a edzésre, hogyha úgy akarsz páringolni, kapható, ennek értelme legyen. Tehát
Igen, tehát ezeket ugye mind tudni kell az emberkéknek, hogy például 18-ban, 18-es kezdődés. Az jó, ha van edzésre, iskolázni. Iskolázni, meg zsákolni esetleg. Meg, igen, én azt szoktam mondani, hogy iskolázni, zsákolni az ember, hogyha nagyobb a kesztyű, abból soha nem volt probléma. Iskolázni 10-es, meccsre 10-es vagy 8-as, súlycsoporttól függően, de edzésre 14-es vagy 16-os. És én olyat is láttam egyébként. Nálunk a lányok is 14-esben edzenek, meg 16-osban, attól függ, kinek mennyi a súlya. És hogyha a lány kibírja edzésen, akkor ne halljunk már bele. Hát igen, és egyébként minimális grammokról beszélünk, ugye 10 meg a 12 uncia között, ugye 2 unciák, tehát 13-as kesztyű hivatalosan nincsen, csak elméretezve. Igen, igen, igen. 56 unciákról beszél, illetve 56 grammról, bocsánat. Tehát a 10 meg a 12 között ugye ennyi a különbség, 56 gramm, azt meg, hogyha nem bírjátok el, fiúk, akkor szégyeljétek magatokat, és hogyha a 112-t sem bírjátok el, ugye a 14-eset, akkor is szégyeljétek magatokat. Meg akkor el lehet bírni a 104-et, amikor hívják a mentőt. Igen, pontosan. Ezeket így nagyjából durran az edző felszerel. Ja, és a másik az, amikor... A sípcsontvédő. Tehát igen? A sípcsontvédő nagyon fontos, hogy a sípcsontvédő az így néz ki. Ez a fehér, mutassuk meg. Ez egy sípcsontvédő. Vegyünk először egy sípcsontvédőt. Fontos, ez most nem a márkák ellen szólt. Ez a sípcsontvédő, ez tökéletesen alkalmas mérkőzésre, meg ennek a sípcsontvédőnek az alávételére. Uh-huh. Ez önmagában edzésen, ez nem sípcsontvédő. Ez egy darab valami, amit fölveszünk, és ez tökéletes, de tudjuk nagyon jó, hogy még ebben a sípcsontvédőben is el tudjuk rúgni a lábfejünknek a tetejét, ami nagyon szépeket szokott pukkanni, vagy nagyon nagy vonyítások közepette, hagyják abba a gyerekek az edzést. Valamint én még szoktam ajánlani sparringhoz a nagyon vastag térdvédőt. Nem térdgumit, a térdvédőt. Pont azért nagyon fontos, ha netántán valaki fölveszi a magzatpószt, és még kap egy térdest, akkor van arra esély, hogy az agya az nem a koponya túloldalán fog kiszállni. És de legalább mindenképp, hogy megvágni nem fogja az arcát. Valószínűleg akkor is lemész a térdtől, de azért a térdvédő, főleg egy sparringon, még párzsukat azt nem is olyan fontos, de sparringon az egy kötelező elem kell, hogy legyen, illetve, hogyha mi kemény sparringot csinálunk, akkor felvetetek velük könyökvédőt, ami nem is arra hivatott a könyökvédő, hogy most orba-szájba könyököljünk egymást, tudjuk, hogy ezek a magyar könyökvédők erre nem alkalmasak, hanem arra hivatott a könyökvédő, hogyha megrúgják a köríves testrúgást, akkor nem rúgom szét a saját lábfejemet. És egyébként ez a másik, ez még pont érdekesség, hogy nagyon sokan ugye készültek nemzetközi versenyekre, ahol volt fejre térd, meg volt fejre könyék, de hát ugye mondták, hogy hát ezt nem tudod edzésen gyakorolni. De tudod, hogyha van védőfelszerelésed hozzá. Pontosan, és de egyébként én könyökvédőt itthon nem is nagyon látok, ami még a könyökölésre alkalmas lenne. Most mondtatok márkát, mi rendeltünk ezt a Combat Sportot Amerikából, amit nem ajánlok senkinek, mert elkapták a vámon, és amikor megjött a papír, akkor ott is sírtunk, ahol mindenki látott minket. Tehát a két pár könyök meg a két pár térdvédőre nem az árát mondom, hanem amit ki kellett fizetni a vámon, az 52 ezer forint volt. Jézus Isten! Ez a Combat Sportnak van ez a Max Strike géles könyök meg géles térdvédő, ez alkalmas arra, hogy ezért tényleg meg legyen az ember könyökölve. Nagyon fontos, hogy a könyökvédő az alkar középig tart, illetve felkar középig, egy full neoprén cuccban van benne. Maga ez a könyökvédő ez az akkora, mint egy átlagé, csak kiterjedelemre, viszont dupla olyan vastag. Ez az IMF technológiás, rá lehet keresni, ne te gondoljátok, IMF technológiás könyök meg térdvédők, ezek alkalmasak arra, hogyha van fent fejvédő, akkor abban tudsz edzeni. Úgyhogy egy közepesen edős könyököket, meg térdeket el tudsz engedni biztonságra. Most ha meg van húzva, akkor az sem lesz biztonságos, de egy ilyen 50%-os könyöktérdig, egy ilyen kontrollált könyöktérdig oda lehet ütni, ami már nem meríti ki a petting fogalmát, hanem az már tényleg könyökütésnek lehet azt minősíteni. De ugye elég csak a térdelésnél azt figyelembe venni, hogy egy normális embernek ugye majdnem az 50%-át teszi ki csak a két lába a test súlyának. Tehát azt azért, hogyha megküldöd, beleküldöd, és még esetleg csípőt is raktál bele, és ha vigyázni is akarsz, akkor pont abban a pillanatban nem fogsz, az biztos, és ki fog tök jól jönni, és nagyon-nagyon csúnya, ugye, tehát az ekkora repedések itt szemöldöknél az szinte mindennapos, ahol térdelgetnek fejre. Abszolút, abszolút, abszolút.
Úgyhogy nagyon-nagyon nem játék. És még egy kérdés, ez neked is, mint edzőnek, itthon ugye nem annyira elterjedt, nekünk hál' Istennek igen, nincs is most eladó, de most érkezik megint, az orvédős fejvédők, ugye ezek a nose protectoros, tehát amikor fémlemez van itt, és igen. Ezt is nekem mondják mindig, hogy hát nem látok ki belőle, bezártságérzetem van. De mit nem látsz ki belőle? Hát ugye igazából annyit takarsz ki, hogyha szembe látsz. Akkor aludni kell egy liftbe. Na igen. Csak egy idő után benne. Igen, teljesen tehát azt kell tudni, hogy ki a lábat azt egy picit kizárja, igen, ugye? A combosoknál probléma, de a köréves testrúgást ezt ugyanúgy látod benne, meg ugyanúgy. De igazából, hogyha tényleg könyököt akarsz gyakorolni, akkor nagy biztonsággal, akkor ezeket az arcvédős fejvédőket ajánlom, meg azt a könyökvédőt, meg tévedőt, amit az előbb beállt. Igen, akartam mondani, tehát a könyökös ebbe mondjuk pont bemegy, tehát ott pont van annyi hely. Viszont térdelésnél nekem már szálltak bele repülő térdel az arcomba, és hál' Istennek ugye éreztem, hogy ez itt elviszíti. Meg az, hogy, hogy bemegy, akkor, hogyha puszta könyökkel húzzák meg, de hogyha már rajta van egy ilyen nagy komoly könyökvédő az emberen, tehát ott az nem fog beakadni. Persze. Utána egy kis következő téma, itt, ami ugye vannak ilyen alt kiírásaink, felszerelések, oké, ez a, mik a kötelezettségeim, ugye? Hát legelső szempontból, hogy ugye, amikor felhívod az edzőt, hogyha mondjuk új helyre mész edzeni, akkor elmondod, hogy kinek a fia borja vagy, honnan jöttél, mennyit edzettél, mit szeretnél csinálni magaddal, tehát úgy érzem, hogy csak lejönnél egy csoportedzésre, vagy versenyezni szeretnél, vagy akár rövid időn belül szeretnéd, hogyha fel lennék készítve UFC-re, spártai gladiátorok éjszakájára. Csak hogy a legtöbb utolsó kiemeléset említsem, és akkor mi kell ahhoz, és ahhoz azért már illik egy normális edzőfelszereléssel megérkezni, ami nem meríti ki a domios kesztyű fogalmát. Tehát most sem fogom elengedni. Minden rossz indulatot félretéve is. Ebben nincs rossz indulat, nézzétek meg, az mi? Hát az mi? És senkinek nem a pénztárcájában a turkában, de hogyha egy versenyzési szándékod van, akkor szerintem alaphangon egy 70 kötője 100 000 forintot, azt ki kell adnod. Hogy a jó felszerelés, meg a rossz felszerelés között nagyon sok esetben nem az ára különbség. Hát ezt alá tudom támasztani. Igen, és ez akár táplálékkiegészítőket kell jelenteni, akár, ha megnézzük a szájtek ugyanamiket, mint egy normális táplálékkiegészítő. És vagy a bajotek. Igen. Szóval visszatérve, tehát egy átlagos kesztyű itthon 25 000 forint alatt nincs, ami jó minőség. De mondok egy nagyon jó példát. Van egy barátom, vett egy öreg Mercedes-t, egy nagyon szerető régi Mercedes-eket, egy C-kupét vett 95-ből, ami 3 millió forintba került. Hát azért ez nem kis összeg, főleg úgy, hogy ezeket nem hitelezhet, ezt megveszed és kifizet. Igen. És eltelt egy év, és látta, hogy elkezd áthadosdásodni, mert az autó csak restaurált volt, nem pedig gyári állapot. Mondom, Lacika, mondom, de sajnálom, mondom, ezt jól beszívtad. És azt mondta, nem, Feri, azt mondja, nem, rosszul gondolkodunk. Az az én hibám, mert 3 millióból akartam megúszni azt, amit 6-ból kellett volna. Igen. Tehát higgyétek el, hogy a 30 000 forintos kesztyű, meg a 15 000 forintos kesztyű között van különbség. Nem tudjátok megvenni azt a kesztyűt, ugyanazt a minőséget, annyival olcsóbban. És higgyétek el, hogy a 70 000 forintos kesztyű az nem véletlen 70 000 forint, a 60 000 forintos az nem véletlen 60, és a 20 000 forintos kesztyű között soha nem lesz olyan kesztyű, ami amúgy 70-et ér, de 20-ért adják. Tehát, hogyha jó kesztyűt akartok venni, akkor az legalább 22-25-30 000 forintba kerül, amire megvan a szansz, hogy kiveszed a kezed a kesztyűből, és a következő utad az nem a késsebészetre vezet. Meg a másik nincs szétütve azért. Meg a másik nincsen szétütve, és hétfő után mondjuk kedden is lesz edzőpartnered. Igen. És utána elértünk most egy olyan részre, hogy mi a reális karrierem. Ugye én ezt inkább most itt egy kicsit a profi, bár a profi küzdősport fogalma itthon ez nem annyira létező dolog. Én mindig félprofinak szoktam egyébként nevezni ezt, ugye ilyen nincsen, de hogy körülbelül ennek tudnám nevezni. Semi-pro, igen. Viszont ugye az, hogy tehát reálisan, hogyha egy full kontakt sportágat nézel, ami alatt nem a ABC bajnokságot értem, akkor ugye van egy szakszövetség, igen. És annak jobb esetben van egy magyar bajnoksága. Igen. Tehát neked az kell ugye legyen a reális, hogy 1-2-3-4 éven belül
te ott elérél egy magyar bajnoki címet, vagy egy dobogót. Hogy aztán profiban tudjál. Hát nem, eleve az, hogy, tehát, hogy profiban ugye mindenkinek mi az azért. Megyek, keresek egy kis pénzt, nem fogsz, nagyon sokáig nem fogsz, már hogyha nem lefeküdni mész, meg mit jelent pénznek. De az, hogy, tehát, hogy ott van egy elképzelés, tehát amit nem tudsz kihagyni. Igen. Tehát ugye UFC bajnok, nem lehetek úgy, hogy én, hogy Feri, fölkészítesz UFC bajnokra? Hogyne? Hogy persze. Tehát, hogy azt fölkészítesz magyar bajnokra? Ezek után csak így kiszoktam kacsítani, hogy a srácoktól, vagy edzőség mondom, hogy most, hogy a hierarchiát helyre tettük, el tudunk kezdeni beszélgetni a reális célokról. Tehát, hogy nagyon sok baj van itthon, én úgy gondolom, a sportolók fejében, ugyanis az, aki egy adott szakszövetségből egy magyar bajnoki címet nem tud felmutatni, az mit akar profiként? Nem? Tehát ez, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan... súlyos szavak. Olyan kérdés, és... 12 évestől. Mint ahogy a vicc mondja. Abszolút így megállja a helyét, illetve van például egy csomó olyan sportág, ahol ezt nagyon-nagyon külön lehet választani, hiszen... De mondjuk egyébként meg nem is. Egyetlen egy olyan profi boxoló tudok mondani, aki profiban nagyon eredményes volt amatőr karrier nélkül, a Gálfi András. Mm. Ja, hát igen, csak most ugye gondoljunk bele például, hogy tehát, hogy nem azt mondom, mert hogy lehet, hogy Ukrajnában vagy, és akkor van egy Lomacsenko, aki ott van végig, és akkor nem fogod legyőzni. Bár megmutatták most, hogy le lehet őt is, de a lényeg az, hogy ugye, vagy ott volt például ugye egy Teofilio Stevenson. Igen. És akkor hogy háromszoros olimpiai bajnok, magyarul 12 évig ő elég aktívan. Igen. Ott volt. Most akkor Kubában nem vagy minden idők addig. Legjobb boxolója, 93 kilós, három olimpiát nyert ő, és Félix Szavó. És ha elment volna profinak, igen. Akkor minden másképp alakul, gyerekek, illetve kb. Nem lett volna sehol, senki, sehol, semmilyen időben, amikor ő boxolt, sansztalan lett volna bárki ellene. Ez az én véleményem, meg lehet követni, de YouTube-on nézzétek meg, hogy a későbbi profi világbajnokokat gyakorlatilag gatyára tette az első-második menetben. És azt hiszem a harmadik olimpia után kapott egy 21-07-es ladát. Amikor megnyerte a kubai államtól 0 kilométereset. Piros. De lehet, hogy 0-5-ös oldal 0-7-et akkor már gyártották. Szóval ugye vannak, tehát van olyan, hogy nem feltétlenül tudsz, de hogyha te mondjuk a tehát a világ legjobbja van a magyar bajnokságon is a súlycsoportodban, de te tudsz vele éleset menni, akkor ugye még mindig ott van, hogy te nemzetközileg lehetsz jó. Abszolút. De amikor mondjuk ötödik voltál kétszer, és utána mondod, hogy Feri, nekem nem fekszik az amatőr. Profi bunyóra vagyok berendezkedve, tudod? Négy menettől fölfelé. Tudod, milyen vagyok. Négy menettől fölfelé jövök bele. Persze, faszi. Ha valaki tudja, én tudom. Igen, hát ezek az emberek fognak belehalni az első hatmenetes mérkőzésbe. Igen. Meg ugye ne felejtsük el, hogy általában, tehát hogy nem muszáj négy menetesek, ezért az első mérkőzések profiban is négy menetesek. Igen, igen, igen. Úgyhogy ezeket úgy tudni. Ja, és a következő ugye ez, hogy ez is nagyon-nagyon sok probléma, hogy megjelennek srácok, biztos nálad is, és mondja, hogy neki már volt 20 MMA mérkőzése. És rákeresel a Sherdogon, és be van jegyezve 2 darab vereség. És akkor hiába tudott-e, hogy ő nyert, meg hogy ügyes gyerek, ezt egy külföldi menedzsernek elküldöd, és mondja, hogy jó, oké, lehet róla szó, ezt először tettem. Ami a boxrekem vagy a Sherdogon nincs fönt, az nincs. Igen. Profiban ez röviden, tömören az így néz ki. És visszatérnék, hogy mi a reális karrier. Kicsit fordítsuk meg, mert én nagyon szeretem a magyar edzőket ekézni, most sem fogom kihagyni, és amikor arról beszélünk, hogy egy sportoló hova tud kiteljesedni, akkor, és azt várjuk a sportolót, hogy edzem meg, beletegyen mindent, akkor fordítsuk meg. Tegyük fel, hogy lejön hozzám egy 16 éves gyerek az apjával, aki közli nekem, hogy figyelj ide Feri, a következő, pénz nem számít. Ha ez a gyerek tehetséges, és beleteszi, és amit kell, én mögé teszem, akkor most mondd el, ez egy képzelésbeli beszélgetés, hogy ez a gyerek hova fog tudni kiteljesedni. Most vedd elő a telefon, és mutasd meg azt, hogy te kit fogsz felhívni azért, hogy ennek a gyereknek legyen lehetősége a UFC-be, a VAM-ba, a Bellátorba, a Jokao ligába, mondjuk, hogyha beszéljünk mondjuk Muay Thai-ról, vagy bárhol, mutasd meg, hogy te kit fogsz felhívni, mert ameddig egy edző nem rendelkezik olyan kontaktokkal,
kontaktokkal, amivel kell, addig innentől kezdve az, hogy már menetkező be fog jönni a kontakt, lehet bejön, lehet nem jön, de ez ugye megint egy bizonyos rizikó. Hát meg az a kontakt általában úgy jön be, hogy van a matchmaker, aki szól valakinek, aki szól nekem. Valaki ismer valakit, és akkor menet közben levesznek itt nagyon komoly lóvékat így az emberekről, és itt majd kicsit majd ki is fogunk tenni, hogy hol buktak be a magyar küzdősport szervezetek, mert ez egy pont egy idevágó téma, ugyebár ugye ezt tudjuk, és ugye ez a legnagyobb probléma, hiszen ígéreteként Bellatort, meg UFC-t, hogyha van összesen 4 telefonszám a telefonomban, abból az egyik anyámé, meg amúgy nincs is kimenő. Hát igen. Hát akkor innentől kezdve, hogy a legelső dolog, hogy el kell menni a dominó kártyámat feltöltetnem valahol az egyik relében. De megmondta az apuk, hogy a pénz nem számít. A pénz nem számít, akkor majd ő feltölti nekem. De hogyha fel is tölti a kártyát, akkor attól még nem lesz egy olyan telefonszám, amit én fel tudok hívni. És innentől kezdve itt bejön be az egész megint az, hogy az edzői felelősségvállalás, hogyha egy srácnak nem tudom megadni a lehetőséget, hogy nem tud kiteljesedni, akkor azt mondom neki, hogy figyelj ide, faszi, én eddig tudtalak kísérni, erre a szinten jó vagyok, és tovább nem. És annó volt már a legelső beszélgetés közöttünk, hogy gyerekek, én nem ringatom magam abszolút semmilyen álomba. Benne van a pakliba, hogy vannak kisgyerekek nálam, idézőben kisgyerekek, 18-19 éves srácok, és benne van a pakliba, hogy ezeket a gyerekeket én 23-24 éves korukig fogom tudni kísérni, ami gyakorlatilag mit jelent. Amatőrben nyernek egy szlovák, egy magyar, egy cseh, egy osztrák bajnoki címet, amire már szerencsére nem egy esetben volt példa, majd összelapátolunk nekik 4-5-6-7-8 győzelmet, kinek mennyit, aztán nem tudom, hogy mit fog dobni a kép, hogy most jól állunk pont edzőpartnerekkel, amikor legutóbb volt ez a beszélgetés, akkor nagyon kehesen álltam én is edzőpartnerekkel. És lehet, hogy azt fogom mondani, hogy itt vannak ezek a gyerekek, és 23-24 évesen fel kell hívnom valakit, valószínűleg nem Magyarországon lesz, akik segítenek abban, hogy ezek a gyerekek ki tudjanak teljesedni. És hogyha ebben az esetben ők elkérik a mikrofont egy Bellatorban, egy UFC-ben, egy bármilyen ligában, és azt mondják, hogy és neked is köszönöm, Feri, akkor az bennem egy elégedettséget fog szülni. Akkor én úgy dőlök hátra, hogy hát figyelj, nem én voltam ott, az ez a kisgyerek azért ez tőlem indult, azért valami történt így a karrierében, egy kis jó, amit azért csak hozzám lehet kötni, és ez tök jó dolog. És innentől kezdve, hogyha egy edző Magyarországon a jelenlegi gazdasági támogatási rendszerrel a hátunk mögött ezzel nem tud elégedett lenni, az emberileg is probléma. Hát igen, legalábbis én ezt gondolom. Itt szerintem a legnagyobb probléma, hogy vannak olyan edzők. Aztán lehet, hogy ott fog sírni a kocsmában. Tehát tanult, mit mondtad, megint nagyon. Na legyen, ezt nem tudott ütni. Igen, kukák között találtam meg, hát mozgott a banán, ott volt alatta. Kakasos nyalókát úgy vettem el tőle. Most megint nagyon. Vannak ugye olyan edzők, aki, tehát, hogy elértük ezt, hogy itt van, benned van mondjuk valamit. 8 győzelem, egy megkérdőjelezhető külföldi vereség. Ami már ugye azért megkérdőjelezhető, mert a csapat nem olyan erős, hogy menedzsmentileg, igen. Hogy menedzsmentileg, hogy egész egyszerűen, hogy egy promóció úgy tekintse rá, hogy számukra valamilyen oknál fogva az egy építhető bunyós. Egyébként például az nagyon-nagyon sokat számítana, itt már az utolsó témát kéne visszakanyarodni, de mindegy, nagyon sokat számítana az, hogyha gyakorlatilag a magyar szervezők fel tudnának építeni úgy pár magyar sportolót, legyen az Sky, legyen az bármilyen téma, akiknek a mérkőzései rendszeresen ki, akár egy magyar kisebb kereskedelmi tévé bevonásával, akiknek a mérkőzéseire 5-6-800-1000-2000 ember, ami van egy nagyon nagy szám. Televíziunk? Nem. Hát, igen, van. Jó tudni. Nekünk csak nagyok vannak. Tehát mondjuk megbeszél egy ilyen volt Szív TV-vel, ami már nincs, azért mondom így, hogy adja le a gáláinkat, és hogyha leadják ezeket a gáláikat, akkor onnantól kezdve van arra esély, hogy valaki megismeri a srácokat a boltban, és kapnak egy 2%-os kedvezményt. Vagy csak nem szól a biztonságira, hogy elrakott egy csokit. Tehát tudom, hogy jól üt, nem akarok belemenni. Igen, vagy csak szimpatikus. És,
De egyébként annó, amikor én elkezdtem küzdősportolni, rám a legnagyobb behatással az volt, hogy bevezették nálunk ott vidéken a kábeltévét, ami egy akkora dolog volt, hogy amikor bevezették, akkor az, azon a héten, akinek volt kábeltévé, nem lehetett fogó az iskolában, csak hogy tud hova tenni. És én hazamentem, és a legelső dolog, amikor megláttam otthon, van kábeltévé, anyádot, meg színes volt, az sem volt iskolta. Muterék intézték, bekapcsolt, és az első csatorna bejött, a magyar MSZAT volt, amin az első adás az anno utcai harcosok ligája volt, amit egy Gulyás Zsolt nevű ember nyert meg mínusz 85 kilóban, Sanyi Manó, későbbi barátom is, nem tudom, nyert meg egy hátsó folytással a Madarasi Pap Miklós ellen, aki egy nagyon nagy heroikus csata volt, és ennek hatására mentem le jövő héten akkor alakuló Mendei Karate Klubba, hogy én szétrúgok mindenkit. Aztán ugye ez nem így lett, de én ezzel a lendülettel mentem le. És ennek hatására kezdtem el foglalkozni a bunyóval, és hogyha ez nálam annó megtörtént egyszerű vidéki parasztgyerekként, ami persze nem igaz, de Budán nőttem fel a fénybe és a pompába, és aki mást állít, az pokolra jut. De innentől kezdve, hogyha ez rám milyen hatással tudott ott lenni, akkor azt gondolom, hogy ilyen hatással lehetne másokra is. Visszakanyarodva, hogyha lenne egy ilyen kisebb kereskedelmi tévécsatorna, ahol a bunyósok tudnak megjelenni, akkor lenne arra esély, hogy magyar szerzetek vagy külföldi szerzetek arra gondolnak, hogy a Magyarországon már kisebb promóciók által behájpolt bunyósok tudnak számolni, és rendszeresen visszatérnek 1, 2, 3, 4, de akár csak 2-3 gála erejéig Magyarországra. Ne menjünk messze, itt van például az Oktagon MMA, tehát ugye ez itt dübörög Szlovákiában. De valamiért a magyar határnál ők szerintem akkor se jönnének át, hogyha fegyverrel fenyegetnék őket. Hát és ugye tudjuk nagyon jó, hogy azért ez az egész dolog, ez gazdasági alapokon épül náluk is, hát ők ezzel pénzt akarnak keresni. És ugye ezt nem jönnek, azért nem jönnek át a határa, mert úgy gondolják, hogy itt nem tudnak pénzt keresni, nem gondolják rosszul. Tudják, nem gondolják. Tudják, igen, és rá is kontvert. Egyébként most csak annyit vissza, hogy hol is volt a Sényei Lackó bajnok? Final Fight Championship. Final Fight FFC, ugye a horvát. Igen. És ugye ezt ugye előbb még vissza akartam térni, hogy... amit ők ott rontottak el, hogy azt gondolták, hogy ők Amerikában is labdába fognak rúgni, és az egész európai rendezvényt kivonták, és átvitték Amerikába. De csak amit számoltak, hogy láthatás azért az másik pályán. Nagyon sok európai se fizettek ki, ugye erre térek vissza. Igen, igen. Hogy azt kell ugye tudni, hogy pont ez, amit gondolod, hogy neked nincsen menedzsmentje a csapatnak, tehát hogyha ott van, na nézzétek meg. Ott van XY, akinek van 8 győzelme, és van egy megosztott pontozásos vereség, amit megnyertél, de kim voltál Szerbiában, és azt mindegy, valami volt, nem hoztak. Na és a lényeg az, hogy ez a Final Fight-ban is voltak a Perák fivérek, meg ezek, igen. Ők azért nagy, megismert arcok voltak. De mondjuk most mondok tudják valami. Tudják, egy kis kickboxban. Igen, de hogyha jött egy horvát XY, Kós Lajos, most mondok, amit aki győzött meg ilyenek, aláírták velük a szerződést, és nekik olyan szerződésük voltak, hogy ilyen később utalták. Tehát durván ez most mondok, 1-4 hétig tervei utaltak. Vagy több, igen. Igen. És egész egyszerűen nem fizették ki a kis embereket, tehát a nagyok ki voltak fizetve, mert a nagynak volt 4000 ismerőse a Facebookon. Elvesik a munkát. Igen, tehát hogy ha én most nekem most mondok valamit, van 800 ismerősöm a Facebookon, és kiírom, hogy milyen szemét volt a Final Fight, mert engem nem fizettek ki, akkor kapok 2 darab lájkot, meg 3 mérges fejet. Igen. És így ennyivel így meg is áll ugye a tömeg. Tehát, hogy sajnos, hogy ez magyar mert szervezet... Mert a szó elszáll, a papír elszakad. Igen, magyar tudod? Szervezetnél én ilyenről nem tudok, nem tudom, hogy te tudsz-e majd, ugye, nem. Hogy nem kifizetésre, tehát itt hál' Istennek így... Legalábbis papírról áll, hogy hivatalosan nem tudok róla. Igen, tehát ezek így megtörténtek, és most ezzel át is térünk, de előtte. Visszatérve, képzeljétek el, egyébként a Sényei Lacikáról idegesek lettek, hogy megnyerte az övet, hogy odaadták neki egy fotózás elég, és utána elvették, hogy majd küldik postán. Egy hónapig. Hát azóta. Egy hónappal később. Igen, hát nem kaptam az övet. Igen, azt tudom. Én azt tudom, srácok, hogy Premium Fighter Army of Bangkok, és Premium Fighter sima Thai Box nadrág, a podcast epizód 6 hashtaggel 20% kedvezménnyel lehet a tiétek, most mondok amit a megjelenéstől kezdve. Mennyi jó? De, november végéig. Tudjátok mit, legyek jó arc. November végéig 20% kedvezménye, ha a hashtaget használjátok. És most térjünk át a következő témánkra. Ami a... Da-da-da-da-da-da-da-da. Ezt
Kicsit ilyen, mint hogy a Mortákan maga meghívott, így kinyitott. Magyar szervezetek, mi lehetett a baj? Egy kis reklám, és visszatérünk. Boom. Mexikó 2.0 edzésre hangolva. Második generációs géllel készült Premium Fighter Box kezdő. Kemény verekedős bunyós vagy, és szükségedben egy tökéletes sparring kezdőre? A Mexikó 2.0 forradalmian új gél technológiával készült, aminek köszönhetően a kezed nem fog sérülni az ütésektől a használat során. Klasszikus és modern színekben 14 uncias súlyban elérhető a webshopon és a boltunkban. És vissza is tértünk a rövid reklám után. Magyar szervezetek, mi lehetett a baj? Ugye itt én négyet soroltam föl, ugyanis ez a név négy tervezte azt, hogy ők azért hosszú távon fognak labdába rúgni. K1 Magyar Nagy Díj, Total Fighting Championship, aminek később én egyébként az amatőr liga szervezésében aktívan részt vettem. Hungarian Fighting Championship és Spártai Gladiátorok Éjszakája. Kezdjük a Total Fighting Championship-en már csak azért, mert én a személyes tapasztalataim alapján azt mondom, hogy ő beléjük lehet a legkevésbé belekötni, ugyanis ők voltak azok, akik tényleg üzleti szemmel nézték ezt az egészet, tehát nem voltak furcsa. Kár, már nincsenek sehol, úgy beszélgetnék velük, mert igen, egyik másikról sem nagyon lehet ezt elmondani. Igen, de? Tehát hogy az azért maradt abba, most mondok valami talán 9 rendezvény után, mert egész egyszerűen annyira nem volt, tehát a mai napig nincs táptalaja ennek a kereskedelmi televíziózásban. Ott viszont egyébként az a szervező gárda, így, tehát ők csinálták azért a Showtime-ot, meg ezeket, amik iszonyatos, több 10 millióba kerültek, és ez valószínűleg egyébként mínuszba is billentette erőteljesen a dolgokat. De ugye maga a Total Fight, én a Hadzis Lázárral csináltam az amatőr verzióját, ő volt ugye az egyik főszervezője Simánnak, és ő is mondta például, hogy ez talán 2003-tól volt itthon, és mi 2006-ba kezdtük el a Simát, az amatőrt, és mondta, hogy basszus, hogy ezzel kellett volna kezdeni, ugye? Igen. Hogy egy amatőr talajt adjunk az egésznek. És egyébként tök jó magyar bunyósok voltak itt, mert ugye Tar Józsi, az előbb említett Sanyi Manó, a Németh Gábor, a Tatár, tehát egy tök jó kis bevállalós, igazi nehéz fiúk voltak, azt kell, hogy mondjam. Jó meccsek voltak. Viszont itt is ugye, ami a probléma volt, hogy amikor elkezdesz külföldit hozni, és jobb külföldit akarsz hozni, hogy minek? Tehát, hogy a jobb külföldit hozol, azzal nem tud majd érvényesülni egyébként a magyar, annyira sajnos, hogy megnézíti, és nem kerül föl ugyanek. Tehát ő a ranglisták, ő nem fog feljebb kerülni. Egy másik meg az, hogy ez nem olyan, mint a boxrec, hogy van egy virágranglista, hanem itt a szervezeteknek van ugye ranglistája. Ez van olyan, mint van világranglista, a tapology.com meg a shadow.com is csinál, ilyen ranglistát, meg európai ranglistát is, meg közép-európai ranglistát is, a tapology.com tudom, hogy csinál, és tehát így abszolút vannak ilyen ranglisták, de alapvetően amivel a bunyósok pénzt keresnek, hogyha az általad említett saját szervezeten történő ranglistán jó helyen vannak, már olyan szervezeteknél, amik ilyen prominens. A tapology-val megmondom őszintén, az egyik problémám, hogy tök jó, tök részletes, még azt mondanám, hogy részletesebb, mint a Sherdog, mert egy csomó minden ott van rajta. Viszont nem a Sherdog. Igen. Tehát ezzel ugye ez a probléma, hogy valaki ezt tökre csinálja, de hogy azt, hogy ott azért a Sherdog, az én tudom, hogy én már gyerekként azt nézegettem a Sherdogot. Igen. És ott is egyébként nagyon sok, ott nagyon nehéz egyébként felkerülni. Tehát most is, ha megnézzük például a győri cage fightnak, körülbelül csak a 40%-a van fönt. A többi az yet to come. Tehát még nincsenek fönt. Aha. Egy csomó rend. És ez azért ugye van, mert ezt négy amerikai srác csinálja emlékeim szerint. Igen. És vannak ilyen külföldi megbízottak. Igen. Viszont ez ugye nem jár pénzzel. Tehát hogyha ez te vagy itt, akkor most le kéne menned Szegedre, holnap után Győrbe, stb. Tehát ugye saját pénzen ezeket neked alá kéne támasztani. Mert különben egyébként, ha nagyon-nagyon kerestek, találtok kamu neveket. Igen. Vagy találtok névegyezést. Igen. Tehát most nem tudom most pontosan, Varga Tibi, tudod ki ő, 93 kg-os Gyoma Endrődi srác, talán vagy, igen, Mező Túri. Igen, igen. És ő elméletileg 96-os születésű, ergo most lenne 24 éves. Igen.
és van fönt egy 10 évvel ezelőtti meccse nevénél, hogy őt szétfocizták. Amikor 14 Horvátországban. Ha ez megtörtént, akkor szégyelje magát az a, az a promóter, meg az a menedzser, de hogy, tehát, hogy ilyenek lehetnek, ugye főleg egy ilyen névnél, ami mondjuk... Egy átlag név. Igen. Tehát mondjuk egy Kovács Attilát, ha beírtok, akkor lehet, hogy találtok tök jót is, meg kevésbé jót is. Igen. Engem nem, de annyi baj legyen. K1 Magyar Nagy Díj. K1, akire emlékszik. Ugye ez volt, még nem tudom, hogy a Magyar Itt nekem van egy nagyon sarkalatos pont. Egy szavad ne feled. A vége felé 2010 körül, de lehet, hogy régebben, a Tokiói Nagy Díjat közvetítette az RTL Klub. Igen. Tehát látták benne a potenciált. Ugye ott volt az, hogy ebből nagyon nagy... De csak vágva adták a szerencsétlenek egyébként. Na erre nem emlékszem, csak tudom, hogy még középiskolás voltam. Tehát nem 10 évvel ezelőtt volt, igen, ezt is tudom most már. És ugye ez nagyon sokáig ez Debrecenben volt. Igen. Maga K1 Magyar Nagy Díj, és Karacs Attilát többek között. Igen, az első nagyon nagy probléma, amiről nem beszél senki, a kritikán aluli bírói munka. Tehát az, hogy megbíztak gyerekek szemikontraktos bírókat, és mondjuk nagyon jó példát, annó itt volt a Szecsei Szilárd. Igen? A Szecsei Szilárd egy nagyon jó fizikumú, nagyon jó kiokos alapokkal a K1-be érkező kickbox bunyós volt. Most az, hogy utólag találgatjuk, hogy mi lehetett volna, ha meg ki ellen mit bunyózott volna, senkit nem érdekel. Nem ez a lényeg. De az a lényeg, hogy én konkrétan emlékszem, hogy volt egy összefejelésből egy akkora vágás a szemén, hogy amire leléptette a magyar vezetőbíró. Már megalvadt a vér. Konkrétan megalvadt a vér. Tehát gyerekek, az akkora volt, hogy ha a két éves fiad lefejeli a játszótéren a körhintát, akkor nem viszitek haza megragasztani, meg, hanem megmutatod, hogy majd este anyád elintézi. Na kb. Akkora volt a Szilárdnak a szemén az a vágás, és a szemikontaktos csodabíró, aki egy rengeteg eseményen meg volt hívva, és egy nagyon kevés bírót is, mert aki annyi profi fullkontakt meccset elrontott, mint ez a személy, G. Péter vállalkozó, és szépen fogalmaztam, és én nem is értettem, hogy amikor az első, meg a második bakit megcsinálja, meg folyamatosan egy ilyen félklincs szituációnál brékeket intett, és gyakorlatilag a bíró darabolta szét, az amúgy olyan mérkőzés, amiből még egy jó mérkőzés is kikerekedhetett volna, hogy ezt nem látták a szervezők, hogy ez kajakzsák utca. Tehát, hogy egy bíró egy meccset azt jól le is tud vezetni, meg ilyen fent említett példából kiindulva, meccselt egy mérkőzést úgy, hogy gyakorlatilag ez a mérkőzés nézhetetlen lesz. Tehát a legnagyobb probléma szerintem, ami később kijönött, hogy elmaradtak az olyan magyar sikerek, és például itt a Szilárd, itt szerintem torony magas esélyese volt a tornának, és jött egy olyan kis homokszem a gépezetben, mint a bíró, amivel senki nem számolt, és gondoljatok annó bele, ott lement arra a bunyósra legalább 100-150 néző. Az átlagosan 140-nel több néző, mint amennyit ma egy magyar bunyós ki tud vinni egy kettősport eseményre. Innentől kezdve, hogy a magyaroknak érdektelen lett az a 8-as torna, itt konkrétan emlékszem, hogy a nézőknek a 30%-a rendesen hazament. Hát fel volt háborodó. Igen, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye voltak olyan promóciós munkák, amik köszönhetően kijött az, hogy a magyar versenyzőket a magyar szerzők nem akarták építeni. Se magyar nemzeti érzelem nem volt ebben az egészben, igazából csak pénzérség volt benne, és amit a külföldi szerzők, illetve a szerzők külföldi része mondott, az egy az egybe úgy kellett megcsinálni. És nem ennyi messze, kanyarodjunk ide, nem tudom, Bellator kickboxing. A Laszák Zoli megnyerte a Gadzsi Karim Gadzsi ellen a bajnoki címet. Az, hogy a Bellator mennyire foglalkozott a Laszák Zolival, az tökéletesen mutatja, hogy a két címvédés között nem hívták bunyózni. Igen. Majd a második mérkőzésre a magyar szervezők megcsinálták azt, hogy ők belementek abba, hogy csak külföldi, és úgy tudom, hogy francia bírók is, és a Gadzsi is francia igen volt, bíráskodtak a meccsen, és egy olyan mérkőzésen, amit szintén megnyert a Laszák, de szűkebben nyert meg, mint az előző mérkőzést, azon visszavették tőle az övet. És a magyar szerző föl se fogta, hogy esetleg
azáltal, hogyha ő most kicsit így sarkatosabb odalépett, már pedig lesz magyar pontozó, bár tudjuk, hogy magyar pontozók nem vagyunk bejön, hogyha valaki elpontoz egy meccset, Magyarországon kickboxba, akkor az a magyar pontozó lesz. De hogy legalább magyar pontozó bíró legyen egy címmérkőzésre, ahol van egy magyar, és ha már francia pontozó van, mert hogyha valamilyen úton, módon a Bellator kickboxing öve esetleg megint egy magyarnál marad, akkor ez jobban be fogja szavatolni azt, hogy még Budapestre akarjon, vagy igen, akarjon hozni rendezvényt, ugye, ami azóta nem történt meg, és hát ugye, hogy meg fog-e jövőben történni, vagy nem, azt megint nem tudom. Ez a harmadik dolog, ami miatt ezek nagyon-nagyon szerettek elcsúszkálni, hogy mindig volt egy mindentudó magyar matchmaker, általában ezek annyival tudtak többet, mint a többiek, hogy ők tudtak angolul, és ez 2000-ben az még talán épp elég is volt nagyon sok esetben, és akkor a külföldi szervező meg szervezet által kifizetett mérkőzés pénz, és amit a bunyós megkapott, már abban az esetben ki voltak fizetve, ott volt egy nagyon nagy deficit. Innentől kezdve a magyar bunyósoknak is elment a kedve, meg az, hogy gyakorlatilag sportpolitikai kérdést csináljak abból, hogy Magyarországra hozok-e egy komoly rendezvényt, vagy nem, és ha hozok, és egy magyar szervező brigád így megnyeri, akkor mivel én rosszban vagyok azzal, meg azzal, meg azzal, azoktól a bunyósoktól eleve el is veszem sportpolitikailag, mondjuk úgy, mert rossz viszonyban vagyunk a lehetőséget, hogy mérkőzzenek, és hát nem egy esetben olyan bunyósok kaptak szerepet, akár annó a K1-be, vagy most kikadják egy ember a Bellator kickboxingba, akik hát mondjuk úgy, hogy hát nem feltétlenül odavalók lettek volna, csak esetleg az ő edzőjükkel az a szervező jobb vagy közelebbi viszonyban volt, vagy csak a telefonkönyvében az ő neve hamarabb volt, mint a másik bunyós edzőjé. És akkor innentől kezdve ugye megtörténtek ezek az események, megtörténtek a bunyók, nem jött az a magyar eredmény, ami jöhetett volna, vagy nem is lett az a show műsor, amikor nem is győzött volna a magyar, de egy másik bunyós esetleg jobban hely tudott volna állni, amire a külföldi promóció azt mondta, hogy figyeljetek ide, a nézőszámok jók voltak, a bunyók jók voltak, még lehetne ezt azért ezért még alakítgatni, majd azért adunk ennek még egy esélyt, nem. Egyszer volt Budán kutyavásár, meg nagyon nagy csodájára volt még egy, és ide jött még egyszer a Bellator kickboxing, de hát szerintem most, ha kimondják valamelyiknek, hogy Magyarország, hát szerintem ott azonnal az megdobál egy papucsa. Bellator kickboxing egyébként nagyon ilyen kis mostoha dolog volt, azt tudni kell, hogy a Scott Cookerék, azok eredetileg ők kickboxsal kezdtek, még a 80-as évek, 90-es években, ugye aztán megalapított a Strike Force-ot, stb. Igen, és akkor így mentem. Igen, és akkor tehát, hogy neki közel áll hozzá a kickbox, de már annyira egyébként nem, tehát mert ő már 15-6 éve inkább az MMA-val foglalkozik, viszont ez van neki. Viszont... Meg a Bellator kickboxing, ugye nem tudom, ez egy franchise, és olaszok kezében igen, az egész. És ugye nekik nagyon fontos volt a Giorgio Petrosian, hogy bunyózzon náluk, hogyha már olasz kézben van, és gyakorlatilag a Giorgio Petrosian Chingiz Alazov mérkőzése tornyosodott ki a Bellator kickboxingnek az érája, amit otthon megnyert a Giorgio Petrosian, amúgy jogosan, tényleg jobb volt, és azt mondom, hármat nyert a Petrosian menetből, kettőt a Chingiz, tehát tényleg abszolút adatható volt, ez volt egy csúcsmérkőzés, és azóta semmilyen szinten nem tudtak így labdába rúgni, főleg úgy, hogy Petrosian eligazolt a Van FC-ben, ugye ő meg a pénzt nézte, Bellator kickboxing az olasz vezetőséggel gyakorlatilag húzó név nélkül maradt, és az egész egy ilyen az érdektelenség homályába kezd el elveszni, és gyakorlatilag ennyi történt. Igen, egyébként itt is tudni kell, hogy a K1 magyar nagydíj, ugye ez a nagydíjak mindig bekerülések voltak az év végéhez, vagy a nagyobb versenyekhez, igen, bekerülés. És nagyon, ha megnézzük azért a neveket, mondjuk az Abid Szamedov. Igen. Tehát ő is Budapesten jött és tűnt föl. Igen. Tehát is ez látni kell, hogy ez nem azért volt, mert hogy ő annyira jó volt, hanem azért, mert az ő matchmakere, az be tudta ide szervezni. Igen. Tehát ő be tudta szervezni, és nem az volt, hogy itt derült ki, hogy micsoda jó, hanem ez tudatosan meg volt szervezni. Gyerekek, ebből jön, itt őt elhozzuk, nem mondunk róla semmit, mert ugye ez a másik, meg hogy a szervezeteknek kéne lennie ügynöknek és matchmakernek. És az ügynököd, mint te ügynök, az lenne a dolgod, hogy te beszélsz a matchmakerrel. Meg 300 sportolóval beszélsz, és mondod, hogy figyelj, te mennyit keresel oda, az ameddig ég meg a szerződésed. Gyere már ide hozzánk, ugye ez lenne a dolga. Nem az van, hogy én fölhívok valakit, hogy figyelj, van itt egy srác, tök jó, persze, mert az én emberem. Igen.
neked ki itt van. Tudod persze másokat is hozni, és akkor hoz még mondjuk vele kettő hülyét, elhozza őt, te meg belepakolod azt, aki tudsz, de ő mondjuk tényleg hozott. Ha elég, ha azt veszik, így volt például egy Alan Karajev. Ő nem tudom, tehát ő itthon aztán nem bunyózott nálunk. Viszont ugye még bőven már nagy K1-es név volt, amikor ő vakó világbajnokságokon indult. Ruszlan Karajev, igen. Tehát ugye ugyanúgy ott volt. De viszont bunyózott Szegeden a kickbox világkupán. Na igen, tehát hogy meg is nyerte. Hogy ezeket ugye lehet tudni, hogy ilyen srácokat hozzak, és hogy ezeket nem feltétlenül tudták. Tehát lehet, hogy akkor, ha egy szemedobnak utána néznek... Igen, annó sokkal nehezebb volt, mert ugye még a YouTube sem ezen a szinten volt, de sokkal nehezebb volt lecsekkolni úgymond a bunyósokat, de igen... De akkor ők miért? A külföldiek miért tudták? Az oroszok meg az albánok miért tudták, hogy ide el lehet hozni az emberemet, vagy nem? Hát szerintem úgy gondolták, hogy gyakorlatilag tudták, hogy magyar piacon milyen bunyósok vannak, és úgy gondolták, hogy az ő bunyósok. Hát igen, csak hogy, tehát, hogy ez úgy van, hogy ha te menedzser vagy, akkor nem az, hogy te ülsz a szobádba és nézed a YouTube-ot, hanem akkor te kimész az oktagonra, lehet, hogy nem fogsz, de lehet, hogy amikor harmadszorra lehet a főszervező, és próbálsz vele beszélgetni, akkor lehet, hogy igen, fog veled pár szót beszélni, és megmondod, hogy esetleg tudnál bunyósokat. Nem biztos, hogy üzlet lesz, de meg fog hallgatni. Kimész Romániába, kimész Horvátországba. Nem az, hogy írogatsz mindenkinek, is remélhet, hogy nem egy autóüzenet jön vissza. Igen. És egyébként tök érdekes, én amikor a Rising elindult, akkor nem akartam embert vinni, csupán újságírói accountot szerettem volna. És fél évvel később kaptam egy levelet, hogy úristen, bocsánat, most láttuk az e-mailt. Tehát, hogy hány ilyen meccs opció, meg menedzser is elbukhatott, aki persze ilyen szinten foglalkozott vele, hogy fél írtam neki, ezek vissza se írnak, mert ezek köcsögök. Igen. Nem ez a módja ennek az egésznek, igen, sajnos. Na, és ismét tovább lépünk, volt egy MMA-s, egy... mi mit szeretnél? HFC-t vagy időrendi sor miatt? HFC. Akkor legyen, volt ugye egy Hungarian Fighting Championship. Itt nekem volt egy nagyon érdekes kötődésem. 2013 és 14-ben én elindítottam az amatőr MMA ligát, ami úgy nézett ki, hogy amatőr versenyzőknek 0-5 meccs között. Amatőr liga. Igen, tehát is egy ilyen tök jó dolog volt. És rá egy évre... Magyar nemzettek magyar hip-hopot. Igen. Amatőröknek amatőr liga. Megjelent a Premium MMA liga hirtelen, tehát hogy ez kérdeztem sokszor a szervezőket, azt mondták, nem tudták, ez egy csodálatos véletlen volt, gondolom. Az hamar meg is... Ahogy még el tudom képzelni, hogy nem tudták, mert szerintem ők nem igazán tudtak semmit. Na hát ez, tehát ezt kell, hogy mondjam, hogy itt már egy hiba, hogy még az internetet se néztük. Se. És akkor itt utána ők mondták nekem, hogy a szervezőktől nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy figyelj, kéne nekünk amatőrt szervezni. Hát mondom, jó, és akkor... Mondom, mi legyen? Hát, hogy szervezzi amatőrt, hívjál tőlünk bírókat, és mondtam, hogy nem akarok tőletek bírókat hívni. Mondom, tök jó, megvoltunk, nálunk egyszer sem volt probléma a pontozással, mondom, az én pontozóimmal, se a vezetőbírókkal, stb. És ezt évekig kaptam hosszú telefonhívásokat, hogy szervezzél már nekik. És én megmondtam nekik, hogy mondom, gyerekek, mondom, ez olyan hülyén nézi ki, hogy mondom, én béreljek még tőletek embereket, meg mindent, meg ketrecet, meg stb. Amikor én mondom, 10 évvel előbb csináltam már ezt, mint ti. Tehát, hogy nem úgy hívtak, hogy figyelj, dolgozzunk már együtt, csinálja, csak tőlünk vegyél mindent. És ez olyan hülyén vette ki magát, és aztán nem tudom, ez a Premium MMA liga, ez valahogy így eltűnt, és akkor lett belőle a HFC. Tehát nem tudom, hogy az átfedés az így hogy volt bennük. Nem pont így volt, illetve Premium, de végül is így is volt, de igen. És akkor tehát az egész ez a Profi Premium MMA liga néven, ami gyakorlatilag volt egy három gála, ami selejtező gála volt az Övosztó gálához, és az Övosztó gálát már HFC néven nyomultak. A legnagyobb probléma az egészen szerintem az volt, hogy a Szájtek volt a szponzor, és én úgy tudom, megállapodtak X összegben X gálára, és elcsúsztak az időpontok, nem tudtak, vagy nem tudták, vagy nem szerveződtek meg azok a gálák azokra az időpontokra, amire meg kellett volna szerveződniük, és gyakorlatilag így a Szájtek így kiszállt ebből az egészből, és ugye így... Felelősségvállalás. És így pénz nélkül maradt a szervezet. Hogy mi volt a legnagyobb probléma? Ez egy tök jól, mert elkezdte adni a Sport1, ugye annó a Furkó Laci Totrobban be
így a köztudatba, amikor gyakorlatilag átszaladt a magyar mezőnyön, ezt így ki lehet mondani. És ugye még csináltak még egy pár gát, és a HFC 13-at már nem szervezték meg, hogy most sokszor, hogy a szervezőkkel megbeszéltünk valamit, és aztán B meg C lett, hát most erre nem is beszélünk, mert ez nagyon sok más hely is megtörténik, ezért én így utólag már nem halasztom, mert már nem is érdekel, de az a magyar MMA-nak nagyon rosszat tett, hogy nem, megszűnt egy olyan, hogy mondjam, színpad, ahol ők rendszeresen részt tudtak venni, és először a sportolók, majd utána az edzők is elkezdtek így úgymond elkedvtelenedni. Gyakorlatilag a HFC-ben feltűnt MMA csapatok közül. Én megmerem kockáztatni, hogy már csak az enyém aktív. Ugye mi nagyjából ott debütáltunk a HFC-ben, mint MMA csapat, és ugye én annó annyira ideges voltam, hogy én nem nyelem be, mondom, én csak azért nem raktam bele valamibe 2,5 évet, hogy most gyakorlatilag lehúzzam magam a vércén, és akkor én erőszakosan elkezdtem kijelkelni külföldre, és kontaktokat keresni, és ugye az első ilyen nagy magam által szervezett mérkőzések a Youngblood Night-on voltak, meg a GCS-en volt ugye Melindának egy címmeccs, amit mocskos módul elcsaltak, hát ez egy undorító munka, vagy szerintem a 10 legnagyobb bírói elcsalásban a világon, szerintem ez a, hát szerintem ez top 3, amit itt megcsináltak, és ott a Furkot nagyon ütötte ott a helyi bajnokot, a Bohumil Lungrikot, szerintem az azóta nem is meccsel többet, az nagyon nagy márát kapott, és ugye ott utána bugyozott a mellé, és hogyha elmegy pontozásig, akkor ugye kikapunk, ez elment pontozásig, de hát annyira meg volt verve a kislány, hogy fölállították a szervezők, nem bírt állni a lábán, úgy szétlett rúgva a combja a végén, és úgy adták rá az övet. Majd a helyi cseh emberek csináltak egy blogot, és írogattak a cseh lánynak, hogy te nem vagy bajnok, meg ilyenek. Úgyhogy ez egy erős mutatvány volt. Egyébként utólag ő is bekült egy UFC-be, illetve előttünk a Lucy Pudilováról van szó. Aztán, tehát gyakorlatilag én azt nem nyeltem be a HFC-nél, hogy mind gyakorlatilag megszűnjünk, hogy elmúljunk, mint a divat, és így próbáltam így keresni az embereket, de a HFC-nél volt a legnagyobb probléma, ugye nem tudtak a HFC-ben olyan szponzort találni. Hát, ne feledd a szabad, előtte, akinek esetleg nem ismerős, volt egy tök jó alapötlet, ami jól nézett ki. Tehát, hogy ez a szervezet ezért nem úgy nézett ki, hogy... Ha volt pofájat, azt én. Igen, hogy tehát nem úgy nézett ki, hogy te hoztad magaddal a kis kiütött Fairtex kesztyűdet jobb esetben, vagy az akármilyen kesztyűdet. Nem volt egységes... kiütött, csak sokáig ültünk rajta a kocsiba, amíg leéltünk. Igen, tehát hogy egységes kesztyűk voltak. Igen. Egyébként nem is voltak rosszak azok a kesztyűk szerintem. Nem, abszolút nem. Tehát egységes kesztyűk voltak. Volt a Csabi ott oda tette ketrec, magát amúgy. Volt egy tök szép ketrec, igényes ledfa, stb. Nekem a videókkal voltak kivetni valami, mert kicsit nekem olyan túl én komorra, meg túl komolyra, tehát túl, magukat túl komolyan akarták venni azok a videók így hangulatra, amiket csináltak. Tehát hát nekem a fél arcod egy fekete háttér előtt. Igen, nekem a videóknak a videók nekem se tetszettek egyébként. És egyébként a médián nagyon-nagon sok minden múlik. Csak azon. Igen. És a videók nekem sem tetszettek, nem is voltak elég populárisak, meg az, hogy ott is elkezdték, ott is volt egy-két ilyen magyar külföld esetében egy ilyen külföldi félrehúzás, nekem az sem tetszett, már a matchmakerkedésnél is volt egy ilyen külföldiek felé félrehúzás, nekem az sem tetszett, és ami szintén elvette a bunyósoknak a kedvét, ugye nem egy esetben volt, hogy behoztam külföldi, most kiderült, hogy ilyen akkor pár meccses profiból, amatőrből profivá avanzsálódó srácok, ilyen emelyi globálos srácokat kaptak meg. Na mindegy. Úgyhogy ilyen is volt, ugye olyan is volt, hogy sokkal nagyobb rutina hoztak ide lányt, majd azt mondták, hogy gyakorlatilag az önköltségért, azt utólag évekkel később elmondták, hogy milyen sok pénze volt idehozni azt az amerikai lányt, csak azért, hogy az legyen abból hype, és hogy ők nyerjenek, és ebből ők jól jönnek ki, hogy annó az a lány az itt kezdett el náluk profiskodni, tehát itt ilyen... Nem nyertek belőle. Amúgy semmit. Tehát ezt tudni kell. Egyébként... Valamint ugye egy sporttörténelmi tény. Igen. Az egyetlen magyar szervezet. Ez idáig.
egy idáig, akik perben voltak a... UFC-vel. Perre fenyegette őket szerintem csak. Igen. Ugye, mert hát... Az ezt nem lehet könnyen elérni, tehát igen. Most bármit csak egy nagyon egy... hasonló lókot kell csinálni. Igen. Igen, tehát ezt tudni kell, hogy vannak ilyen kis programok, amit így beütött, hogy akkor similar logóz, és hopp, ami kijött, annak írsz egy üzenetet, hogy nem már, gyerekek, nem már. Mert hogy hamarabb volt, előfotók is vannak. Igen, ha ízitek, ha nem. Én szerintem ott bukott el maga a HFC, ugye elkezdték a bajnoki öveket, ez tök jó, meg igen. A tornák. De már amikor behozol egy külföldit, hogy minek? Tehát, hogy ha te nem tudod azt a külföldit itt tartani húzamosan, igen. Akkor minek hozod be? Minek adsz oda valakinek egy 100 000 forintos övet, aki megköszön, és fölragja otthon. Nem akarták oda, de ebből nagy cirkusz is volt. Erről majd mindjárt mesélsz. A lényeg az, hogy... hogy megnyer egy övet. Most itt volt például az a német srác, Stan, az a nagyon tetovált. A Kreoldan itt folytotta ki, meg valamelyik Szögyin itt a pontutással verte. Megnyer a srác egy, német, egy négyes tornát. Hát gyerekek, hát eszébe nem volt visszajönni. Hát mennyit kaphatott? 3-400 eurót? Tök jó. De tök jó. Az garantálom, hogy a külföldiek megkapták ezeket. Tehát oké, tök jó, de hát ez ugyanúgy, mint amikor... Bekerült a serdokba, neki igen, mint amikor volt. A Halmi Viktorékkal annól kimentünk Romániában, mert volt egy torna. Igen. De nem gondolkoztunk a romániai karrierben. Oké, ha van lehetőség, benne megyünk. Benne a nevében. Román. Tehát, hogyha ott volt a lehetőség, ugye kimentünk. Tehát, hogy azt senki nem gondolta komolyan, hogy egyébként Bécsbe, mert hogyha osztrák a zsáccal, minden hétvégén van MMA. Csak ez tök jó volt. Külföldi, négyes torna, megnyertem. Oké, puf, de hát nem jövök vissza, és ezért én hazaviszek egy követ, vagy egy torna győzelmet. Vagy abban gondolkodni, esetleg fordítsuk meg, hogy a szerző azt gondolta, hogy neki X darab gálót, ami X az egy viszonylag kicsi szám ebben az esetben. Hogy nekem olyan presztízsem van, hogy én majd, vele majd az úgy számolnak a külföldiek, hogy ahova jó hazatérni. Hát de meg hogy miért? Tehát, hogy egy YouTube felvételt nem tudsz egy HD-t felmutatni szerintem igen. A témában. Tehát, hogy nem tudsz ezekkel ilyet csinálni. És pont ez, hogy ugye a ranglista, nem véletlenül van a UFC-nek rangsor, az M1 Globálnak, a ONE FC-nek, azért kell egy rangsor, hogy ahhoz tartsd magad. Tehát ez nem lehet, hogy te meg én évek óta rivalizálunk egymással, te most megversz engem, és akkor idehozzák ők ezért Hollandiából, Rosamunda nem tudom kit, és akkor ő kapja a címmeccset veled, mert ugye Hollandiából tök jó. Igen. És akkor de jó, hogy, tehát, hogy átugrottál egy egész egyszerűen. Igen. És ez nem volt, és a másik az, ami szerintem hatalmasnak hiba volt, hogy túl sok volt a súlycsoport. Értem hát én, az, hogy nem. Túl sok volt a súlycsoport, vagy nem volt túl sok a súlycsoport. Én még ezt nem is gondolom akkor a problémának, mert azért bunyósok azért voltak mindenhol. De, tehát... Igen, de nem, tehát hogyha már csak azt nézed, hogy az üzleti részét. Hogy nem mindegy, hogy nekem egy gálára 6 övet kell berendeljek, vagy 2. Ez már egy nagyon nagy, én tudom, mert itt van egy gyönyörű öv nálunk is. Tudom, hogy ugyanaz az öv egyébként, ugyanaz öv, csak más varáid. Igen, meg elmestek le még a rubintok. Tehát, hogy egy tök szép öv, drága öv is, stb. Viszont nem tudod reálisan kiosztani annak a 8 embernek, és annak a 8 embernek te nem fogsz tudni utána reális, vagy 6 embernek ellenfeleket hozni. Inkább itt nagyon nagy probléma, hogy azt gondolom, hogy kevés volt a cipi. Tehát magyarul a pénz. Tehát, hogyha jobban lettek volna motiválva a magyar srácok, hogy egymással bunyózzanak, mert tudják, hogy most mindegy, hogy mit történik ez a meccs, hogy most megverem a Polgár Ádámot, vagy nem verem meg a Polgár Ádámot, de hát azért csak kapok érte egy 500 000 forintot. Hogy bunyózzak. Igen, de ez megint az, hogy ilyen összeekről még véletlenül sem volt szó, nehogy félreértsenek. De ez nem fog bejönni a Sport 1-es TV közvetítésből. Mert ott nem lesz egy olyan támogatód, aki azt mondja, hogy mikor adod le? Vasárnap éjjel egykor? Komolyan? Ez az. Szerintem sokszor lement. Ez nem ez volt a probléma. Inkább az volt nagyon nagy probléma, hogy nem voltak gazdaságilag annyira megbecsülve a magyar bunyósok, amennyire meg kellett volna őket becsülni, és tegyük hozzá, hogy azért én nagyon tartom a magyar bunyót, olyan sokra a félre nélcsetek. De annyira, hogy azért gyerekek egy 1000 eurót kaptak volna mondjuk a bajnokok, azért nem jött volna olyan rossz. Voltak senki. Itt azért jó rivalizálások, például ugye a Borics Ádám meg a Molnár Benji, az is tök jó volt. Igen. Meg a Fényes Zsolti, akivel összefejelt. A kis? A Fényes Zsolti. Kivel fejelt ezt? Azt nem tudom. Pásztói volt talán.
Tudok, hogy a Fényes Zsolt, nem az a kérdés. Nem a Fényes Zsolt, Fényes Zsolt, ez debreceni. Egy pásztói srácsal fejelt össze szerintem. A Bódi Ádáma? Szerintem igen. Ugye az itt fönn az utolsó budapesti gálán. Azt szétfejelték egy. Aha, tehát hogy az is egy ilyen tök jó kis rivalizálás volt. Tehát hogy ezek voltak. Ugye, de például a Polgár Ádám nem nagyon volt rivalizálása. Hát nem nagyon, nem akarta senki a kint, hogy lehet így mondani. Tehát, hogy nem voltak, és hogy én úgy gondolom, hogy ezekre a dolgokra kellett volna egy pici nagyobb hangsúlyt fektetni. És ugye csak elvágni az Ádám Achilles-ínát a backstage-ből, hogy akkor most legyél ügyes, na? Hanem ugye ezekre építeni föl, tehát mondjuk a rivalizálásokra. Ugye az Ádámékra megpróbálták. Igen. De ott két olyan karakter is volt. Abszolút, tehát, hogy mind a kettőre abszolút lehetett építeni, hogy mondjam. Persze, a Benji az egy kurva kevény. Tudták, mi a csízió. Igen. És ő is már ott nálunk, ő azért már simlis volt már amatőrben is bőven. Igen. Tehát, hogy neki mindig benne volt azért ez a bunyójában, és pont ezért volt egy izgalmas, szerethető bunyós, és nem utolsó sorban, nem túl sok pontozásra győzelme volt. Igen, ugye? De ugye tegyük hozzá, hogy ami szintén nem tett jót, az, hogy gyakorlatilag vannak profi szabályrendszer, UFC rules, bár beszélszem mindenki a világ. Meg az de a magyarok kitaláltak egy magyar profi szabályrendszert, olyan, mint a magyar narancs annó, tudod? És hogy profi szabályrendszer, de nincs ez, de nincs az, de nincs amaz. Haverek, akkor miről beszél? Ezt egyébként el kell fogadni. A birkózókat megszivatták azzal, hogy nem volt nagy évidobás. A mai napig egyébként ezeken a rendezvényeket nem is engedik, bár nagyon, már rendezvény sincsen. Nagy évidobás nincs, de három a három bunyóban az van. Mikor kettő tapos egy embert, az belefér. Na, megmondom őszintén, amit nem értek, ezek a ketrecek, ezek birkózó szőnye, birkózó versenyszőnyegen vannak kirakva. Tehát, ha a birkózó szőnyegen lehet dobni, itt miért ne lehetne dobni? Tehát vagy az van, hogy előre gondolkoztak és kispórolták. Hogy kispórolták belőle. Mert a két fett is volt alatta. Tehát, hogy én csináltam, még a Total Fight ketrecét többször összeraktam. És nálunk igenis lehetett nagy évítelni. Csináltad azt, hogy volt az embered, és mondtad, hogy azon a részen csak két cseszőnyeg is oda dobja. Pontosan. Ez nem igaz, de az igazság nem állhat a sztori. Tehát a lényeg az, hogy ha elég embernek ilyen elmondom, akkor ezt fogják hinni. Pontosan. Tehát van egy ilyen birkózó szőnyeg. Igen. És ezt tanul a Fight Raven csinálta, amelyik professzionális birkózó szőnyegeket csinál. Tehát, hogyha azt lehet egy betondal... Vagy a Kovács Pista bácsi, aki szintén nagyon jókat csinál, csak a lényeg az, hogy ha ezt hogyha ezt egy betonra lerakhatod, és eldobhatsz valakit, ugye nem lesz baja, akkor egy ketrecen, egy emelvényen, egy laminált lapra eldobva miért halna bele? Igen. Tehát igen, ezek egy alap. Hát ebben bele se gondoltam, ebben se. Tényleg akkor mi halt volna bele? Hát akkor mégis mehetett is volna. Nem? Pontosan. Igen. Szóval hogy ezek az apróságok így megvoltak, és így persze, hogy nem lehetett, meg ami meg nekem innen nem volt. Nincs könyök, meg onnan nincs könyök, de az egész világon van onnan könyök ember, itt most miért nem nincs? Meg ami hát nekem nem volt egyébként nem szimpatikus, hogy a jól szereplő bunyósokat rögtön ők már egy ilyen menedzseri vonalon tovább is akarták vinni. Igen. Tehát ő ugye nekik az volt a terv, hogy fújt nálam, nyelsz egy címet, én meg eladlak levágni. Mert hogy más nem nagyon... Ez sem derült ki annyira, hogy ez lett volna a cél, de mert ugye egyetlen egy bunyósról tudok, akit után a csúlyán mondva a HFC közvetített ki külföldre, a Valiuzita. Igen. És azon kérem is Afrikába. Igen, igen. De elkezdődően ugye nagyon sokáig próbálkoztak a Perri és Dórival is. Nem, az nem, azt mondom, az tök más volna. De nem ők vitték ki, de próbálkoztak. Tehát azt mondom, hogy próbálkoztak, csak hogy tehát, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy nyeri három meccset, és tiéd a minden, és viszlek ki külföldre. Hanem ezt úgy kell, hogy gyerekek, itt van, te már itt vagy két éve, és nem 200 euróért küldelek ki, hanem kiküldelek 20 ezer euróért. Hogy én ne 20 eurót rakjak zsebre, hanem én is. Azért tegyük hozzá, hogy a világban vannak elég komoly menedzsmentek, mint a Sucker Punch Entertainment, aki a Melinda menedzsere, aki most a Lajos Alájét, ez a Worldwide Management, akinek van 40 profi bunyósa, és van egy dupla súlyos bajnoka a Vámban, meg még egy bajnoka a Vámban. Ez három Vám bajnokkal több, mint amennyi a legtöbb magyar által menedzsernél szerepe, ugye a három. És ugye azt gondolom, hogy azért egy magyar menedzser bekopogtat egy Google fordítóval, hogy én most bejöttem, meg hoztam, meg itt van ez, meg itt van az. Én nem gondolom, hogy ő Brian Butler elé fog bekerülni a matchmaker. Azt kell megérteni, ugye, hogy van a szervezetben a tulajdonos. Igen. Van a matchmaker, van a matchmaker. Akit a tulajdonos fizet,
azért, hogy a lehető legjobb bunyókat hozza a szervezethez, ezáltal növelve a szervezet ázsióját. Igen. És a matchmakernek fontosan rángatva van a töke, pont azért, hogyha rosszul sikerül egy meccs, vagy rossz bunyós, no, de akkor ugye ez az ő felelőssége. Pontosan. Innentől kezdve tudják, hogy az ismertebb menedzserek azok jobb bunyósokat fognak használni, vagy alkalmazni, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, és innentől kezdve, hogyha egy jobb menedzserrel van szerződésed, az egy nagyobb hitel az a matchmaker szemébe, hogy gyakorlatilag azért lesz performance. Ugye ezt meg lehet szorozni azáltal, hogyha jó klubból, vagy egy jó menedzser által, akkor azt még nagyobb bizalom. És hogyha egy nem ismert klubból, vagy egy nem ismert menedzser által, akkor az a meccspénz az nem annyi lesz, mint hogyha ez nem ebben az esetben így igen, történt. És hogyha a magyar általában bunyósokat nézzük, akkor ugye van egy edződ, jobb esetben van egy menedzsered, és ha van egy jó menedzsered, akkor van egy jó ügynököd, mert a menedzser meg az ügynök ugye nem ugyanaz. Igen. Tehát mert hogy a menedzser az azért felel, hogy téged elvigyen a gyulai húskombinátba, és te ott kapjál egy tök jó támogatást. Igen. Meg hogy esetleg az edző partnereknél segítsen. Viszont az ügynököd meg azért van, mert ő meg mindennapos viszonyban van mondjuk az M1 Globállal vagy a UFC-vel, és akkor mondják, hogy te ott van még az a kis gyerek, aki a gyulai húskombinától, ott van, akkor hozd már el. Tehát hogy ezért ez egy ilyen sok ismeretlenes egyenlet, ugye, amit nem tudnak itt a magyarok. De most akkor... Akkor bocsánat, kijavítom, akkor a általunk külföldi szakemberek, akik dolgoznak a sportolóimmal, akkor azok az ügynökök, mert ők szervezik a bunyóját a menedzsernek, meg igen, a Lajosnak, igen. És ugye a menedzser feltad, ugye azt én láttam, és ugye azért igen. Az, hogy hát. Csúnya számok jön nekem, amikor megkeresnek itt. Hogy én csak annyit akarok, hogy haver, amikor azzal kezdik volna, hogy én csak annyit akarok, hogy annak még soha nem volt pozitív vége. Pont. Igen. És akkor egy anomália, egy tévedés, spártai gladiátorok éjszakája. Már hogy névben egy elég nagy tévedés. Vagy most csak ezzel ki akarod javítani, hogy erre gondolsz, hogy nagy tévedés. Ugye a névválasztások az ráhúzza a nagy tévedésnek a gondolatát. Megmondom, hogy nem voltam kint egyik rendezvényen sem. Az elgondolás nem lett volna rossz, meg a pénzösszegek. Viszont én az egészet egy lemaradt dolognak tartom. Tehát, hogy ez tök jó volt, ugye... Egy retros láger. Mert ezt ugye, nem titok, a szervezés ugyanúgy Tasnádi Péter, mint aki az utcai harcosok viadalát csinálta, ami egy nagy tök jó brand volt itt. Hát te megnézted a Szív TV-s közvetítéseket, a Csilláról is lógtak. Ugye a Szív TV, hát szóval visszaköszön? Pontosan. Igen, a Csilláról is lógtak az emberek, de gyerekek, azért gondoljunk egy valamit végig. Annó, most ne beszéljünk a mostani szervezésről még. Tehát, a spártai, annó az utcai harcosok ligája, azt a Tasnádi Péter 2 évig csinálta talán, vagy 3 évig. Aztán igen, de 2-3 év, ha belegondoltok, azért még nem egy olyan nagy idő, ami által kijön, hogy egyáltalán egy versenysorozatra hosszú távon van-e érdeklődés. És ugye annó voltak, hogy tényleg nagyon jó bunyósok, ugye az én edzőm, Bene Zolitól elkezdve, én óriási bunyósok bunyóztak akkori magyar szférából, senki nem vitatja. De akkor is, ha belegondoltok, meglettek ott annó a bajnokok. Ment egy vagy másfél évig, és akkor sem, annó sem derült ki, hogy abból az első szériából debütáló bunyósoknak lesz-e utánpótlása, mert ugye utána is megszűnt. Tehát annó volt, kijöttek azok az úgynevezett nagy nevek, akik annó kijöttek, és azok végig is mentek a mezőny, és mindenki 1-2-3-4 bunyóra emlékszik, és amik tényleg nagyon nagy bunyók voltak, én ezt nem vitatom, de hogy ezek után, a bunyók után, amikor egy konkrétív adar végigment a mezőnyön, vagy amikor megnyerték a nehéz súly, hogy utána, hogy jött-e volna valaki, aki felpaprikázódik ezen, hogy én ezeket a bunyósokat meg tudom venni, és én előugrok most így, akkor sem volt ilyen. Jó, tegyük hozzá, hogy a patronus ugye egy picit elment. Igen. Tehát, hogy azért a börtönévek alatt ez úgy megszűnt. Mert utána még átvették. Jó, de átvették, de ez olyan. Megcsinálták, de én azt mondom, hogy ez most a szervezőtől függetlenül mondom, hogy annó sem ért meg olyan hosszú időt szerintem, hogy kiderült volna, hogy az első szériában debütáló és híressé váló bunyósok után jött-e volna annó
egy második generáció, mert ugye nem derült ki, mert az első generáció bunyózott, az végbunyózott 2 évadot, talán 3-at, és utána, amikor kellett volna jönni a vérfrissítésnek, ugye nem jött, mert utána már elkezdett így elromlani a szervezet, ahogy a Tasnádi Péter kiszállt magából a rendezvény sorozatból. Aztán, ugye a Spártai Gladiátorok éjszakája. Meghirdették, jó hosszú idő volt a szervezési idő, ami nagyon jó volt arra, hogy nagyon érdekelte az embereket, és annó én azt gondoltam, hogy a Papp László Aréna telekiből az erős lesz, de ne felejtsük el, hogy az első gálára leszámolva most mindegy, ki mit mond, hányan voltak ott, ott majdnem kim volt gyerekek, 4000 ember. Kim volt 4000 ember, mindenkit érdekelt maga a sportesemény, hogy mi volt a szerzőkkel a probléma, beszéltem velük később, ők belátták, hogy legnagyobb probléma az volt, hogy nagyon hosszú volt a gálának a játék ideje. Nagyon elhúzódott maga a mérkőzés, de megtörtént maga a gála, és... Fekete arany. Lement, meglettek a győztesek, de valahogy a gála után mindenki megindult el a nagy pénzre, ami ki volt hirdetve, hogy amit kapnak a győztesek, és ugyebár én mondtam annó, hogy most híróban ezt mindenképpen ezt hárman más fogja megnyerni, és ugye azok is nyerték meg, én megmondtam, hogy az Etelas Lajos, ez én sátom nyerni meg a könnyű súlyt, a középsúlyban én biztos voltam, hogy a dolog gyűjt fog döntözni a Polgár Ádámmal, így is volt, és nehéz súlyú meg, egyértelmű volt, hogy a Kálutz Martin fogja megnyerni, mert ő a legrutinosabb, ő a legügyesebb, hogy most abban a nehézsúly mezőnyben. Ugye ezek jöttek is. De innentől kezdve, hogy ez a három sportoló mondjuk így lerendezte a magyar mezőnyt, így nem nagyon jöttek elő azok a vállalkozó szellemű sportolók, akik a második gálát meg tudták volna úgy tölteni, hogy a második gálára akár az ő holdudvaruk, szurkolótáboruk kijött volna a gálára. Éppen ezért a második gálának már sokkal kisebb volt a nézettsége, plusz ugye az első gálának volt egy iszonyat nagy szervezői költsége, és ez a Papp László Arénában azt a nézőszámot, amit a szervezők vártak, nem tudták bevonni. De annó, hogyha azt gondolom, hogyha egy kisebb gálát csinálnak, és tegyük fel, hogy kivesznek egy akkor csak, hogy a kop befér, az a 3800-4000 ember, ami nagyjából kint volt, akkor sem lett volna a másodikra olyan bunyós állomány, amelyik ugyanazt a érdeklődési kört kihozta volna, amit az első. Pedig a második gálára már lecserélték a kesztyűket is, ott már ezeket a kis evemás kesztyűket használták, de közel sem volt olyan színvonalú a sportolói gála, az induló sportolói gála, mint az első gálán, hiszen senki nem akart bunyózni egy Polgár Ádámmal, senki nem akart bunyózni egy Kálutz Martin, mert Kálutz Martin bunyózott a második gálán is, elnézést, nyert is, de például Lajos ellen is mondták, hogy így lesz bunyó, úgy lesz bunyó, úgy lesz visszavágó, aztán hát így nem olyan akart így jelentkezni senki a Lajosra itthon. Mert igazából itt azt gondolom, hogy a mezőny, én nem is tudom, mit gondolt, tehát hogy itt azt gondolták, ide fog jönni egy MMA-s, aki megérkezik egy kis boxcipőbe, és egy rövid kis kezekkel nyújtogatja ki a kezeit, aztán meg így rövid lábakhoz akar utosni. Hát ezek a srácok ugyanaz élesek voltak állva is, mint földön. Tehát én azt gondolom, hogy bárkivel találkozott volna a Lali az ebből a mezőnyből, mennyi esély volt az, hogy bárki ebből a mezőnyből őt állva fogja tartani, hogyha ő nem akar állva maradni. Főleg azóta most, amióta szinten lépett, tehát most meg már fölöttene. Ez olyan lefutott körök, hogy ha egy olyan szabályrendszerben csinál valaki most Magyarországon egy gálát, ahol van földharc, még ha csak 30 másodperc is, nehogy azt gondolja egy tájboxos vagy egy boxoló, nem akarok bántani senkit, hogy itt egy európai mezőny középmezeinek a tetején lévő MMA-sról partiba tud lenni egy menetben is. Szabad ne felejtsd, K3 volt egy döntő, név nélkül mondom, és a döntő egyik résztvevője tájboxos volt, akkoriban jó nevű tájboxos, guillotine folytás, homorított. De nem ő kapta be. Bármit ő kapta be. Ő kapta be, és homorított. És a János Laci volt a másik, le? Aki megnyerte. Azt nem emlékszem pontosan, azt tudom, vagy az Ádám. Tehát nem, az pontosan. Laci volt. És elájult, fölálltak, szétszette a bíró őket, majd fölállt a srác, és mondta, hogy mehet tovább. És mondták, hogy de nem. Már meghaltál. És mondta, hogy de nem kopogtam. És mondták, hogy de elájult-e.
Jó, de nem kopogtam. Tehát, hogy... A kis napfinál, figyeltek? Tizet rá lehetett volna számolni, ezt elfogadja, de hogy amúgy nem kopogom. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez volt ugye a problémája. Tehát és jön egy csomag, ki is adom. Tehát ameddig, Atti megint elmegy csomagot kiadni, addig így fel is göngyelítettem a spártai gladiátorok éjszakájának a kis történetét. A. Az első gálán olyan erős volt a szervezői, vagy az induló mezőny, amit a második gálán nem tudtak produkálni, ami nem is hozta el a nézőszámot, és az első gálán pedig nagyon nagy volt a csarnok, amit béreltek. Röviden tömören ez állt ennek az egésznek az útja, hogy ez kiteljesedjen és folytatódjon. Nagyjából ennyi. Aki valamit másképp gondol, vagy másképp érzi, az írja be nyugodtan, kommentbe. Harmadik téma, aktuális mérkőzések. Boli Csárdám, Erik Sánchez. Na, hát reméljük, hogy mindenki. Közben témát is váltottam. Hallottam, belrangoztat. Igen. Kimentek a webshopon ember termékek, legalább 8 doboz, úgyhogy holnap nagyon nagy öröm lesz. Bár ez már akkor még nem lesz fönt, de ennek elég nagyon nagy öröm lesz, meg akkor is aktuális lesz. Szóval a reklám után térjünk vissza. Boli Csárdám, Erik Sánchez, és hát a Nurmagomedov jelenség, a 29-0-0. Yeah. És vissza is térünk a harmadik témánkkal, aktuális mérkőzések. Ne a hagyatékkal kezdjünk, hanem a magyar szempontból százszorta érdekesebb, és sajnos a Facebook kommentek alapján nem százszorta érdekesebb, mint ugye a visszavonulás. Borics Ádám, Erik Sánchez, Bellator következő. Na, ugye beszéltük, hogy Laszákkal nem kellett címmeccset, a két címmeccs között bunyóznia, de az Ádi ugye folyamatosan bunyóztatva van, tehát gyerekek, ilyen az, amikor a Bellator akar tőled valamit. Igen, meg ilyen, amikor olyan ember hívja fel a Bellatort, akit a Bellator komolyan tud venni. Pontosan. Mint az Ádám menedzsere. Igen. A jelek szerint. Na. Erik Sánchez, ugye azt kell tudni a srác, hogy ő a Combate America, tehát volt a Bellatorba, majd azt mondta elméletileg, ezt most valamelyik kommentelőtől olvastam, hogy azt mondta, hogy ő nem lesz egy az 500-ból, hanem elmegy a Combate America-ba, ez egy latin-amerikai szervezet, és inkább a 100-ból lesz egy. Tehát, hogy egy sokkal kisebb szórásba fog ő próbálni érvényesülni. Combate America ez egyébként az Alberto Del Rio talán az elnöke, ugye ez a Dos Caras Junior néven pankrátorkodott, a Pride-ban is bunyózott, ment nemrég a Tito Ortizzal, aki kifojtotta, ezt no contest-re rakták, valamint bedrogozza, megverte a barátnőjét, és most egy olyan 9-12-25 év börtönre vár rá, mert elrabolta, na mindegy, ez itt nem is érdekes. Ennek ellenére viszont most Eriket visszahozták a Bellatorba. Sokan azt mondják, hogy ez Ádámnak egy rangon aluli mérkőzés lesz. Ez egy nagyon érdekes felvetés, én is így gondolom. Lényeg az, hogy mérkőzése lesz október végén, vagy november elején? Október végén. Október elején már itthon van. Október 26-a van. Ja. Akkor mikor? Most. Akkor mindjárt mérkőzése van. Szombaton. No, pénteken, szóval. Pénteken vagy szombaton? Te na, vagy jártosabb a dologban. Boli Csárdi, Erik Sánchez, hogy Rádi vagy nagyon jó kapcsolatot ápolok. Hát reméljük, hogy ez a mérkőzés létre fog jönni, nagyon szurkolunk neki, ezzel az ellenféllel is, mert ugye itt nagyon sokszor van az, hogy kiesnek, lemondják, anyám a börtön, a kórház dologra hivatkozva nem bunyóznak végül is Ádám ellen, aztán ez egy, köszönöm, ez catchway fight lesz megint, igen, 148 LBS-ben lesz megrendezve, amit Ádám biztosan hozni fog, hogy az aktuális ellenfele ezt akarja hozni, vagy nem, az majd ott kiderül. Ugye a Combat America-ban bunyózott eddig a srác, aztán most ugye megint visszatér a Bellatorba. Ugye nem szabad lebecsülni soha az amerikai bunyósokat, mert nagyon jó birkó alapok rendelkeznek azok is, akikről nem válják. Meg főleg ugye maga a latin amerikaiaknak ugye a vérmérsékletük az kicsit fel is pregnesztizálja őket. Igen, abszolút, 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 de egyébként Ádámot egy sokkal komplexebb srácnak tartom. És nincs rossz vére. Szia, hogy mondjam, tehát igen. Neki se. Igen, igen, igen. Tehát én egy nagyon-nagyon parázs bunyót várok egyébként, és remélem, hogy egy... Jó nyakor lesz rúgva. Igen, tehát remélem, hogy egy ilyen gyors, első-második menetes finisszel. Igen. Nyer Ádám, és utána utazik is haza, reméljük, hogy nem fogja elutasni a lábfejét. Hogy aztán itthon tegye meg valaki. Igen, 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 igen.
Hát hogy tudjunk vele edzeni. Igen. Úgyhogy szóval a gyerekek, szurkoljunk neki. Reméljük, hogy ez az adás már kimegy a mérkőzés előtt. Igen. Mert ugye jó hosszú lesz. Viszont... De tippeljétek meg, Erik Sánchez hozza a súlyát, vagy nem? Igen. Én azt mondom, hogy nem. Mert azt fogja mondani, hogy otthon még megvolt, ugye egy HFC megjelés után szabadon, ahol ezt hallottuk, ahogy 4 kilométert egyik magyar srácvit kellett, hogy otthon még megvolt, és hogy valószínűleg oda fogja jönni egy tacóval a szájába, egyik Sánchez, és ha oda jön egy tacóval a szájába, akkor hozza a súlyt, vagy nem. A Soltész Lacinak volt egy mérkőzése, kivitték osztrákokhoz, el is vesztette talán, kérdeztem, hogy miért nem jöttek haza, mert 77 kiló volt a mérkőzés. Srác állt, mosolygott, kérdezi, hogy mennyi vagy, mondta, hogy 84. Mányta az ellenfél. És mondták, hogy be fogsz mérni, és srác ennyit csinált. Nem. Nem fog bemérni. Mondtam a menedzsernek, hát nem voltam ott, kérdeztem, hogy mondom, miért nem szóltatok a menedzsernek, a szervezőnek, aki kivitt titeket. Hát szóltunk, azt mondták, ha nem tetszik, menjünk haza. És amúgy így kellett volna hazajönni. Igen, csak akkor nem fizették volna ki a Bécs utat se. Hát, gyerekek. Annyi baj. Én nem foglalkoztam volna ezzel a kérdéssel. Na mindegy, tehát, hogy ezek is a magyar sport szégyen foltjai, de most nem erről van szó, hanem egy hagyatékról, egy 29-0-0-ról, amit Khabib Nurmagomedov vitt véghez a hétvégén, ugye? És úgy néz ki, hogy maga mögött is hagy. És hát vissza is tértem, mint látjátok, most már csak jó magam, ugyanis egy kis technikai probléma adódott az előző felvétellel, emelült az akkumulátor, és mire ezt újra pótoljuk, még mindig aktuális, ám már csak én vagyok itt, Ferinek ugyanis dolga akadt. Szóval Khabib Nurmagomedov 29-0-0-val maga mögött hagyta, úgy néz ki, az MMA-t és a UFC-t, tehát elméletileg visszavonult. Magáról a mérkőzésről azt érdemes tudni, hogy egy, nem mondom, hogy izgalmas, egy nagyon egyoldalú mérkőzésen lemattolta Justin Gaethje-t, ami számomra egyébként meglepő volt, már bár egyikük mérkőzéseit se szoktam nézni, sőt Nurmagomedovnak, és Gaethje-nek is ez volt az első mérkőzés, amit végignéztem. Tehát én nem vártam azt, hogy majd ő megoldja, ugye? Pont ezt mondogatták előzőleg a szakemberek, hogy ha valaki, akkor Gaethje megoldhatja, pont azért, mert ugye Tony Fergusont is le tudtam attolni. Én viszont ugye nem tudtam, hogy mit várjak, ezért meg is lepett, ugye mondták, hogy mintha ellene fáradva, azt hittem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon furcsa stílusa van a Gaethje-nek, de hát nem, elméletek besavasodott, erről egyébként Feri kifejtette a véleményét, hogy ennek 3 oka lehet, túl izgulta, nem izgulta túl, vagy rosszul időzítette a felkészülést, és szerinte valószínűleg ez lehetett. Tehát ugye a Gaethje az egy eléggé leszarom stílusú bunyós, szelet belemenni az adokkapokba, minden ilyesmibe. Feri véleményét egyébként el tudjátok olvasni az ő Facebook oldalán posztba, de én is nagyjából itt ilyen kivonatolva össze fogom foglalni azt, amit mondott. Én amit láttam, az ugye az volt, hogy a Nurmagomedov igazából iskola bunyót bemutatva, állva megütögette, bekapott ő is pár ütés, de hát a bunyó az ilyen, levitte a földre, majd egy folytásra ugye elaltatta, kopogott ugye Gaethje, de hát nem látta időben a bíró, valószínűleg takarásban volt, így sikerült elaltatni. Nurmagomedov pedig maga a mérkőzés után ugye elsírta magát emocionálisan, és letette a kesztyűt a kedvenc közepére, hogy köszöni, vége volt, ellovagol a naplementébe. Ugye, hogy ő miért vonult vissza, neki az édesapja még talán júniusban, júliusban meghalt, és azt mondta, hogy ő nem fogja tovább folytatni. Egy kérése van, tegyék föl a UFC jelenlegi pound for pound lista tetejére, ahol egyébként eddig a második volt, és John Jones volt az első. Na, ebből egy hatalmas vita alakult ki. John Jones, mint egy primadonna, igazából hőzünk, hogy miért, hát ő 14-szer védte meg a címet, Khabib meg csak 4-szer. Igen, viszont nem volt szteroid botránya, nem volt kérdéses győzelme, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jogos az, hogy most ő van ott a pound for pound lista tetején, főleg mert ha visszavonul, akkor következő hónapban lekerül, és Jones megint visszamegy a tetejére. Gáz, amit Jones csinál, viszont nekem csak annyi nem tetszett az egész dologban, ugye, hogy ne úgy menje, hogy Khabib mondja, hogy tegyetek fel a tetejére, és akkor föltesszük, hanem tényleg mondjuk nem kétlem, illetve nem mondom, hogy nem jogosan, tehát megérdemli jelen pillanatban a pound for pound lista tetején legyen az az első helyen a UFC-nél. Azonban a greatest of all time abba a kategóriába szerintem nem fér be,
ugyanis akivel most a szuper meccset rebesgetik, George St-Pierre sokkal jobban, mint sportoló, mint az eredményeit tekintve, szerintem fölött áll hagyatékilag. Ez biztos vita témát indít valakiknél, de szerintem így van, ezt fogadjátok el, és hogyha szerintetek nem, az kulturáltan kommentben meg tudjuk beszélni. A visszavonulás mennyire lesz végleges, vagy nem végleges? Ugye George St-Pierre azt mondta, hogy gyerekek, hozzátok össze a meccset, ezért a meccsért visszatérek, hogy az én hagyatékom legyen ott, ahol Nurmagomed ugye jelen pillanatban kizárta, és nagyon sok szakember azt mondja, hogy ha valaki ezt betartja, az pont ő lesz. Ez ki fog derülni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzt ajánlanak nekik, illetve, hogy mennyire motiválja esetleg a 30-0-0. Mert hogyha valaki jelen pillanatban képes sem mondjuk, hogy egy 30-0-0 vagy egy 35-0-0-ig elmenjen, az szerintem Nurmagomedov, és ez elég egyedülálló lenne MMA-ban, főleg ezen a szinten. Ennek ellenére George St-Pierre úgy gondolom, hogy nagyon intelligens bunyós, meg a menedzsmentje is, tehát hogyha ő azt gondolja, hogy vissza tudna térni, és mondjuk 77, esetleg 77 és 84 kiló között való catchweight-ben meg tudná fogni Nurmagomedovot, akkor tényleg van rá esélye. Mert hát St-Pierre igazából az MMA mainvedőrje egy választásilag, tehát nagyon-nagyon jól meglépett húzásokat csinál, nagyon jó mérkőzés választásokat. Az pedig, hogy Gaethje-t mennyire jó birkózónak tartják, és tartották is a mérkőzésen. Ezt ugye Feri is megmondta, hogy tényleg amíg megvolt a kondia, addig nagyon szépen hárította a leviteleket, a fogásbontásokat, tényleg szépen általált, tehát a lógó kézből látszott, ugye, hogy Gaethje sajnos elfogyott. Ugye pont Nurmagomedov egyik jó barátja és edzőtársa Daniel Cormier mondta azt, hogy ha valaki, akkor Gaethje lesz az, aki meg tudja esetleg oldani Nurmagomedovot. Ez persze hozzátartozik az is, hogy DC ugye mint kommentátor, mert a legintelligensebb UFC bunyosok egyike, meg képernyőképesebb, dolgozik a UFC-nek, mint kommentátor, mint ugye ilyen műsorvezető, és kellett neki is hype-olni ezt a mérkőzést, ugye Nurmagomedov az Nurmagomedov, de mégse amerikai. Gaethje ellenben amerikai, így egy kicsi hype-ot ettől is kapott, az eredményt pedig tudjuk, ugye submission, első menet, nem volt rossz mérkőzés, ennek ellenére szerintem ahogy egy jó mérkőzés volt, annak ellenére az előmeccsek közül ez volt a leggyengébb, szerintem legalábbis nekem jobban tetszett a többi mérkőzés. Kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, írjátok meg nekünk a kérdéseiteket, meg a kommenteket, akár itt a YouTube-on, akár a Facebookon üzenetben, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk!